majd részletesebben megvizsgált három ívő épület területét is magában foglalja. Tudnék, a Miskolci Regionális Iroda Borsodabói Zemplén és Heves-megyei műemlékekkel, lelőhelyekkel és műtárgyakkal foglalkozik. Mivel jól tudom, hogy önöket elsősorban az épített örökség érdekli, egyrészt mert építészek, másrészt pedig mégis csak egy magyar építészeti múlt kívánják ezen a héten tanulmányozni, ezért a műtárgyakról és a régészeti lelőhelyekről csak érintőlegesen fogok majd megemlékezni, de természetesen, ahogy Fejérdi Tamás, úgy én is állok majd az előadás végén minden kérdés elébe. Én is bepászolok ide a fal mellé, és eltakarom néhány területet. Néhány dolog Észak-Magyarországról, ami a kulturális örökségvédelem mindennapjait megszabja, meghatározza. Apró falvas vidék, ami Abaúj itt maradt része, Zemplén itt maradt része, szinte teljes Borsod és Heves megye jelentős része, jellemzően kis településekből áll. Kis, magára hagyott, gyakran elzárt, forráshiányos, ahogy az államigazgatásban már bevezetésre került, önhibáján kívül hátrányos helyzetű területek sorából áll. Ugyanakkor épített öröksége és a régészeti öröksége is kirívóan jelentős, sok történeti jogból kifolyólag, földrajzi jogból kifolyólag. Éppen ezért a mindennapok munkájában számolván a sok partnerrel, sok önkormányzattal, sok tulajdonossal, és ezeknek a vagyoni és mentális helyzetével kell az optimális megoldásokat megtalálni. Ugyanakkor ez a régió arról híres, hogy igen jelentős az emberi beavatkozás mértéke, ami nem minden esetben pozitív. Ezt a képet csak azért tettem oda, hogy ugye egy mekkora felkelt befolyásolt a tájban a 12. század vége, és mekkorát a 20. század első fele. Helyszíneket nem mindig kell mondanom, mert nyilván fel is fel. Ugyanakkor ezeken a területeken kirívóan érdekes és szép és védésre, megtartásra méltó építészeti emlékek találhatók, még olyanok is jelentős számban, amelyek formailag legalábbis nem részesülnek sem helyi, sem országos műemlékvédelemben. Erre is figyelemmel kell lenni. A legjelentősebb műemléki csoportot az egyházi építmények teszik ki. Ezek elsősorban templomok, de plébániahivatalok, iskolák, keresztek és más a kálváriák, más a hitélet gyakorlásához felhasznált, illetve ennek tekintetében készült épületről van szó. Ugye Bodrogról azt hiszem ismerték, viszonylag jó karban van, olyan felújította, de nem minden kortársa büszkélkedhet ilyen helyzettel. Azt önök jól tudják, bár talán nem mindenjük életét befolyásolta alapvetően, az a változás, ami a rendszerváltoztatást követő néhány évben a magyar műemlékvédelemben létrejött. Tudni, amíg 1990 előtt a műemlékek tulajdonjogilag vagy maguk az állam birtokolta ezeket, vagy ez az államhoz valamilyen transzisziós szíjjal kapcsolódó szervezet, tanács, hazafias népfront, és mind néhány ismerik ezeket a szervezeteket, vagy pedig az egyházaké voltak ezek a műemlékek, akik hát igen erős presszúra alatt voltak, tehát gyakorlatilag az állam, mint magát a legjobb műemlékvédőnek kijelentő szervezet, azt csinált egyes emlékekkel, akár a tulajdonos akarata ellenére is, amit akart. Ismerjük ezeket a felújítás céljából évtizedekre bezárt műemléktemplomokat, amelyek közül néhány, ugye, mint Bodrogról az elkészült Vesztére, néhány emlék felújítása közben tört ki a szabadság, ami abban járt, hogy az állam úri módon kivonult a műemlék helyreállítás finanszírozásából, és ezek az emlékek ahogy itt van a sódát leöntötték, másnap már nem jött a munkás, abban az állapotban
töltötték el az elmúlt 15 évet. Sajnos ilyen példa erre, bár talán nem a legrosszabb, az Abaújvári református templom, ami hát már vagy 10 éve kirakták a gyülekezetet, mert hát, hogy felújítják, padozatot felszedték, a szondázúr restaurátori kutatás megtörtént, és itt abban maradt. Most az elmúlt év során elindult talán valami újra, szlovákos-magyar összedolgozás eredményeképpen, falszigetelés készül, tetőcsere készül, valami talán a falkép restaurálásból is zajlik, de van, tudnék még sorolni, csak Észak-Magyarországon is vezető emlékeket, amelyek igen, sajnáló állapotban vannak. Ugye délelőtt hallottunk egy nagyon szép előadást falkép restaurálásról, ott egy dolog nem hangzott el, hogy a lehető legdrágább beavatkozások egyike a falkép restaurálás. Elképesztően drága. Nem hiszem, hogy négyzetméter árat ki lehetne számítani, mert minden emlék más állapotához képest más is más, de borzasztó drága. Tehát Isten csapása most kicsit túlozva egy felújítandó templomon megtalált freskó. Ez a ragályi református templomban figyelő kis angyalka, amiből még jó néhány 10 négyzetméter van a messzelés alatt, jobb sorság várva. Ugyanez az épület kicsit távolról látszik, hogy a födémcsere megtörtént, a szigetelés megtörtént, de már a karzatoknak a restaurálására nem maradt pénz. Ezen a képen nem látszik jól, de a gaps is mögöttünk van, de itt találhatók azok a falképek, amelyek valószínűleg csak nagyon kis mértékben lesznek bemutatva és elfedve várják jobb sorsukat. Várak sújtotta régió vagyunk, Észak-Magyarország. Egyrészt, mert rengeteg, hála jó Istennek, rengeteg sok vár áll még bizonyos mértékig a régióban. Másrészt pedig nem kis részben a Széchenyi tervnek köszönhetően ezek a várak pörögnek. Tehát az elmúlt években olyan jelentéktelenek várakhoz nyúltak hozzá, mint Sirok, Eger, Regéc, Füzér, Boldogkő, és még tudnám sorolni Ónod, és jó néhány másik kisebb, talán önök által kevésbé ismert vár, Cserépvár, és Komlóskapusztavár, lehetne a hosszasnál Sárospatakot említve sorolni ezeket a várakat. Túlzás lenne azt mondani, hogy rengeteget lökött a várak állapotán a Széchenyi terv, de legalább megmozdult valami, legalább a figyelmet ezekre az erre a típusú emlékanyagra irányította ez a kormányzati kezdeményezés, és valamelyes jobb állapotba kerültek ezek az épületek. Diósgyőrben például itt a bal alsó sarokban látszó evangélikus templom fölött látszanak ásatási szelvények. 21-22 millió forintot sikerült régészeti feltárásra elkülöníteni és felhasználni. Fantasztikus eredmények kerültek elő. Tudnélik, egy korábban már teljesen kipucolt belső várból már semmilyen újabb emlékre nem számíthatunk. Ellenben a várat, mostani belső várat körülbelül várárokban, de mindenki, ami eltört, ezt kidobta 600 évek keresztül, és ezt most remekül fel lehet tárni, és tényleg igazán nívós régészeti leletek kerülnek elő. A vár korai periódusához tartozó, már nem erődített település, anzsúkori kályhacsempanyag megkétszereződött, és itt ami nagyon érdekes, és talán építészeti szempontból ez volt talán a legbigfangosabb, aki Diósgyőrben járt, az ismeri a Dériné házat, ami egy barokk épület a vár szélén, vagy vár területével azonos helyszínen, és a falkutatás és a kőcsere munkája alapján kiderült, hogy az hónagy magassági gótikus tavazatokból van felépítve, és ebből a kiváltott kövekből egy igazán nívós és felső magyarországi párhuzamokkal rendelkező díszkaput lehetett rekonstruálni, ami valószínűleg a várnak az első emeleti díszfolyosóján a lovagteremben díszítette.
itt néhány illusztrációs kép az ásatásról, hogy emberek ásnak, akkor előbb-utóbb a munkások által szétverhetetlen falonban ütköznek. Amit még az elmúlt évek nagy műemlékekhez kapcsolódó kutatásait, felújításait illeti, páros kolostorokból is jól el vagyunk látva. Itt a képen a Gönczi páros kolostor romjait láthatják, de Bükszentléleken, ugyanúgy Kuritjánban, ugyanúgy, és Diósgyőrben úgy szintén, Martonyiban úgy szintén. Ezek mind olyan emlékek, amelyek szerencsésen a kincstári tulajdonban vannak, szerencsésen van tervezőjük, van kutatójuk, és mindannyiuk sorra, és néhány példát fogok ezek közül levetíteni önöknek, halad előre. Azt tudniuk kell, hogy egy régi épület felújítása, legyen az éppen teljesen fennálló vagy romosan álló épület, mindegy hosszú projekt. Nem lehet kapkodni. Ha az embernek pénze van, akkor se lehet kapkodni, mert a jó kérlek, döntések a direkt ehhez az állapothoz alkalmazott kutatásoknak a lefolytatását szinte nem is lehet sietetni. Nem is baj egyébként, csak néhány tulajdonos vagy beruházó elégedetlen pedig. Itt vidáman tagozatokat láthatunk szétdobálva a templom mellett, amint egy kutató társunk vizsgálgatja. Nagy szerencséje volt ennek a Gönczi Pálos kolostornak, hogy úgy viszonylag messze volt mindenhonnan. Tehát már nem volt annyira érdemes oda kimenni szekérrel és lebontani és parasztházra átkonvertálni az épületet, mint sok más középkori épületet. Így néz ki belülről, láthatják egész sokáig, magas, nagy magasság megvan, bár ennek a magasságnak egy része állítólag újkori helyreállítás. Itt már az alkalmazott régészeti és műemléki kutatások egy szép példáját láthatjuk. Itt ez a kis előreugró rész, itt a sárga dobabok és a létra között egy a hajó oldalához ragasztott torony, aminek omladékos volt a mostos omladékos ez a része, statikailag megtanult és meg kellett erősíteni. Az építész betervezett volna egy tömör falat, tehát ennek a lyuknak az elfalazását, de természetesen semmi nem megy régészeti kutatás nélkül, és kiderült, hogy ez nem egy lyuk, nem egy kiromlás, hanem egy szép élszedett kapunak a helye, ahol eredeti helyükön megvoltak a kapu köveinek az alsó sorai. Itt egy 400 éves falfirka. A következő jelentős emlék a Martonyi Pálos kolostor, ami már szerencsétlen módon kicsit közelebb van faluhoz, úgyhogy itt a abszis már jobban lebontották, mert az összes nagyobb követ sikerült kibányászni belőle, de még mindig Magyarország egyik legépebben fennmaradt gótikus temploma. Ha láttak romantikus helyet és romantikus romot, akkor majd képzeljék el az építkezés maradványait, vagy kép elemeit innen el, és képzeljék magukat egy rengeteg erdő közepében, ami így néz ki ez a templom. Láthatják, hogy szinte minden olyan építészeti információ leolvasható az épületről, ami alapján egy hiteles rekonstrukció elkészülhet, és készül is. Egy nyitott fedélszékes megoldás mellett döntött a lámmárkás tervező, és talán még egy dologra hívnám fel a figyelmünket, itt a diadaléftől balra, illetve a képnek a jobb szélén is az két óriási nagy fának a kivágott törzsének a csonkja, amelyek, mivel már legalább 400 éve romosan áll az épület, ezek úgy belenőttek. Ezeket olyan blikfang volt kivágni, hogy az a speciális favágó cég, aki ezt kivágta, azóta is a honlapján ember hirdeti magát, hogy ők még ezt is meg tudták csinálni. Idáig lehetett kiszedni ezeket a gyökereket, mert a fal alapja alá behúzódtak ezek a gyökerek. Nem lehet eldönteni, hogy a fal tartja a fát, vagy fordítva. Ezért úgy tűnik, hogy a építmény helyrehozott alap után is ott maradnak ezek a gyökerek. Ilyen a fedélszék felülről, rengeteg sok fával. A másik jelent, hogy a következő jelentős emlékanyag a régiónak a népi építészeti körbe tartozó
házak és mindenféle egyéb létesítmények, malmok, hidak, amelyek az elmúlt 100-150 évet reprezentálják, de nem mindegyik ilyen lyukatban, mint ez a Mezőkövesd éles hadas város részében csoportban megmaradó népi, megvédett, műemlékké nyilvánított népi házaknak a sora. Itt láthatják, hogy nem csak egy szál házikók vannak, hanem egy egész hírbe-kurba utcákkal követett és ilyen formán megvédett városnegyedről van szó, hanem hát vannak ilyen zergenyék is, ez szintén Mezőkövesden van, 100 méteren belül a másikhoz. Azt kell tudni ezekről, erről az emlékanyagról, ahogy szokták mondani, ezeket a házakat a 60-as, 70-es években nénivel együtt nyilvánították műemlékként. Tehát akkor még megvolt ez a hagyományos életmód, amely tudta, hogy mit kell ebből a házzal csinálni. Karban tartotta, minden húsvétre kimeszelte, minden tavasszal felsározta, valóban földpadló volt ezekben a házakban, ahogy Fejérdi Tamás is emlegette, és nem volt túl nagy kérés a tulajdonostól, hogy ezt megtartva élje benne az életét. És a tulajdonosnak, aki rendszerint vagy egy örökös, vagy a legutább fiú, aki nem ment el a városból, akire rámaradt ez a ház, meg nem is tudott jobbat építeni, az úgy fenntartott ezeket a házakat. Mostanra tipikusan ezek az emberek meghaltak. És nem csak, hogy meghaltak, hanem 17 örökösre hagyták ezt az amúgy 270 ezer forint értékű házat, aminek legfeljebb a telke értékes, maga a ház nem. És az örökösök közül számíthatunk rá, hogy ketten Kanadában laknak. Tehát teljesen lehetetlen ezekkel a házakkal a kialakult magyarországi vagy észak-magyarországi realitások mellett sok esetben bármit tenni. Ennek egy megoldása lehetséges, hogyha új és befektetni és az örökséget megóvni és fejleszteni akaró tulajdonos kezébe kerülnek ezek a házak. Úgyhogy, ha igaz, ősszel szeretnénk egy ilyen kezdeményezést tenni próbaként először Észak-Magyarországon. A program neve Emőke, elhagyott műemlék megmentőit keresi, ahol abban bízunk, illetve arra bazírozunk, hogy megjelent már Magyarországon egy olyan tulajdonos réteg, aki igazán keresi ezeket a házakat. És nem egy kockaházat akar sátortatni vele, hanem egy ilyet. És bánom is én, hogy nyaralónak akarja, vagy oda akar visszavonulni alkotói szabadságra, csak nézze meg, hogy nálad meg kell elfújítani tavasszal, amikor elolvadt a hó. Vannak speciálisan népi építészet körébe tartozó objektumaink is, ez például egy barlang lakása, a Jutkalján, Cserépváraján, nem Cserépváraján, hallottam, Szomolyán, biztos kiszúrták. Ezt felújították, már ennél sokkal rondábbak is, beomlottak is. Vannak, ez konkrétan műemlék, nem mindegyik van jó karban. Direkt kastélyt, kúriát nem mutatok maguknak, mert abból valószínűleg az elkövetkezendő napokban lesz elegük. Van egy csomó belőle Észak-Magyarországon is. Ezek ugyanazt a pályát futották be, mint sokan, sok közülük az ország más részein. Tehát legkésőbb 50-ben tulajdonosváltás, funkcióváltás, bútor elveszés, jobb esetben szociális otthon, rosszabb esetben magtár, a 70-es évektől már az sem. Nagyon sok sanyagú sorsú, teljesen tönkrement és gyakorlatilag használhatatlan kastély áll üresen Észak-Magyarországon is. És nem azért, mert mondjuk a helyi közösségnek nem lenne szíve joga, vagy szíve ügye ezeket a házakat, ezeket a sokszor még romos állapotban is megkapó épületeket felújítani vagy használni. Egészen egyszerűen nincs meg az a gazdasági háttér, ami annak idején megengedte ezeknek az épületeknek a létrejöttét, és évtizedekig vagy évszázadokig lehetővé tette ezeknek a folyamatos használatát, hozzá építését. Akkor holnap fognak látni ívül kastélyokat Észak-Magyarországon. Ezek közül egyiket se ívül építette, hanem ezeknek a felújításában, továbbtervezésében vett részt.
Most ezek az önkormányzatok, legyenek azok még városi önkormányzatok is, mint például Edelény városi, aki a Kobur kastélyt birtokolhatná, hogyha lenne rá módja, ami nagyjából Fertőtől kicsit kisebb, de nem sokkal. Képtelenek az anyagi hátteret a felújításhoz oda tenni az épületek mögé. Másrészt, ami következő probléma, ha még pénzük se is lenne, nem tudnak bele megfelelő funkciót tenni. Egy városnak rendszerint már van könyvtára, van kultúrháza, mindene van, színház meg nem kell. Ott van a kastély 60 négyzetméteres helységekkel, nem kell belőle 15 egy városnak. Nincs funkció. Éppen ezért nehéz ezeket az épületeket menedzselni, modern szóval megmondva. Vannak kisebbek és szerencsésebb sorsúak, ez Tolcsván, az Orinus Kft. Által felújított műemlék kastély. Ha holnap arrafelé járnak, ám nézzék meg, ezeknek volt pénzük, nem mindenben a mi nekünk kedves megoldásokat választották. Holnap mennek Monokra, bár nem ez emiatt a kastély miatt, de hogyha meggyőzik a sofőrüket, akkor látogassanak el ide is a Monoki Széchenyi utcai kastély. Ez egy reneszánsz alapokon álló kastély, talán még láthatnak egy dupla ablakot. Nagyjából az alaprajz egy része tükrözi a felső magyarországi reneszánsz kastélyoknak ezt a tipikus elrendezését, ami Pácin vagy Kéked falvaiban is tanulmányozható. Ez sem egy dicsőséges történet, itt a tőkerős magánvállalkozó, akiről sokáig csúnya dolgokat hittünk, az egy luxus szállodára alakította, jacuzzissal, úszómedencéssel, ahogy kell. De legalább megmaradt. A következő jellegzetesen gazdag emlékcsoport és ugyanakkor veszélyekkel küszködő emlékcsoport, a temetők csoportja. És nem is annyira ez a mezőcsáti zsidó temető, ez legalább be van kerítve és gondozva van, és hát zsidó közösség nem él a városban, de mégis azt mondhatjuk, hogy rendben vannak ezek a kövek. Sok esetben a zsidó temetők, de sok esetben az egyszerű falusi temetők is a végveszélybe jutottak. Nem beszélek most a kopjafás temetőkről, amelyek most már jelentős részben csak a néprajzkönyvekben tanulmányozhatóak, mert a régóta ott lévő fejfa az feldarabolva nagyon jól ég, tehát aki nem kíván az erdőbe menni fáér, az egyszerű, hogyha a temetőbe látogat csak ki. Szóval Gömörben, Abaújban a végóráit élik ezek a kopjafás temetők, de itt ezek a nagy kövekből, márványlapokból álló temetők is remek kőbányaként és újonnan felhasznált sírlapbányaként működnek. Tudnélik, ezek a legkisebb és legelhagyottabb falvakban is tapasztalhatók is vannak, ahol a helyi közösség már annyira degradálódott és annyira előregedett és annyira a képtelen már saját maga megvédelmezésére és tehát a fizikai valójának szinte fenntartására is, hogy hát legkevésbé foglalkoznak abban, hogy most mi van egy innen régen elköltözött család sírkövével a temetőben. Ha megnézzük Észak-Magyarország település atlaszát, vannak 60, 40, 12, 8, 6 fős falvak, ilyen temetőkkel. Ez egy másik, ez Miskolc kellős közepén a Mincenti temető, ezt négy sávos út veszélyeztette, és a négy sávos út győzött, úgyhogy két széles sávban nincsen már meg ez a legalább 200-250 éve temetkezésre használt sírkert, több vallás halottjait, köztük a város notabilitásait is magába foglaló temető. Ezt úgy igyekeztem fényképezni, hogy minél kevesebb panelház és minél több sírkő kerüljön képbe. A következő Észak-Magyarországra kifejezetten jellemző emlékanyag azok az ipari épületek, amelyeket a
tipikusan iparvidéknek számító Észak-Magyarországon a bányászat, a kohászat, a gépgyártás maga után hagyott az elmúlt 100-150 évben. Ezek közül hirtelen egy objektumot tudtam a szlájdok közé betenni, de higgyék el, hogy rengeteg van. Úzdon, Diósgyőrben, Perecesen, Borsodnádasdon, Rudabányán, rengeteg nívó szép épület volt, és részben még van is, és ezek közül alig néhánynak biztosított a sorsa. Például most a Miskolc Városi Önkormányzat ilyen biciklisken, gördeszkás, tomboló hely számára megmentette egy üzemcsarnokot a Damerti, a Diósgyőri acélmű pusztulásra ítélt óriási nagy kiterjedésű üzemcsarnokai közül, de ezeket az épületeket gyakorlatilag az elmúlt 10-12 évben ócskavasként hasznosították, szétbontották és beolvasztották. Azok az emberek dolgoztak a gépgyárban, akik bontották a csarnokot és a közeli kohóba szállították olvasztási célból. Szóval, ahogy a néhány műemlékes kollégám mesélte, hogy önök talán már nem is emlékeznek azokra a kis bunfordi áforkutakra, ahol a világos kék kezeslábasos benzinkutas szolgálta ki a benzint, az úgy eltűnt az a típusú épület a fehér lapos tetejéből és a nagy áfor feliratával, hogy egy sem maradt az országban. Gyakorlatilag ezeknél az ipari épületeknél is az utolsó pillanatokat éljük. Úzd jelképét, a négy kéményt lebontották, ipari csarnokai közül gyakorlatilag most alig találtunk néhányat, ahova az ideiglenes műemléki védelmet tervezzük mondani. Diósgyőrben a nagyolvasztónak vége, a csavargyár még megvan. Néhány emblematikus épületet mindenképpen érdemes lenne megtartani az utókor számára, nem utolsó sorban azért, mert ezek valóban jó és használható, és a korszínvonalán igen nívósan megépített épületek. Ez a mostani kép, ez Perecesen Miskolchoz tartozó egykor önálló kis bányász községben álló úgynevezett újaknak irodaépületét mutatja. Csak néhány képet tettem be, láthatják, hogy igen, szép téglalagyok architektúrával rendelkezik, szép részletmegoldás, belül is a csúnya, átalakított bár, de kovácsolt vas így vezet a domboldal, hogy az igazgatónak ne kelljen a lépcső lemenni, és utána a lépcsőn fel. Ugyan kicsit fakezű vasbeton szerkezet, mint amit előbb Gerle Tamár úr mutatott, de azért a 20-as évek végének trafóháza, ez kívül, ez belül nem olyan rossz. Meg ugye maguk a berendezések. Szerencsétlen bányászok lehet, hogy nem örültek neki, hogy több évtizedes gépek között kell dolgozniuk, de fantasztikus műremetek állnak még részben használatlanul ezekben az épületekben. Ez a kekere nem látszik annyira, de ez egy tahométer, fantasztikus lilaszínű tintával írja annak a liftnek az állását, ami a kastemelte, illetve süllyesztette, amivel a bányászok a tárnába mentek. Ez maga legalább 50 éves. Ez a borsodi szénmező utolsó aknatornya, amit ideiglenes műemléki védelemmel sikerült a bontástól megőriznünk. Nem egy régi épület, a 80-as években emelték, de ezek az épületek, amiket most mutogatok, ezek mind egy szűk csoportban találhatók, csak nehéz őket egyszerre fényképezni. Ha más nem, ezt az egyet maradéknak meg kellene tartani. Nehézség ennek az ötletnek, hogy a bányatörvény azt írja elő minden bányára, a külszíni kavics bányára is, meg mélyművelésű 300 éves bányára is, hogy amikor felhagynak egy bánya művelésével, akkor minden a bányával kapcsolatos épületet le kell bontani, hogy ne maradjon ott vissza tájsebbként, rekultiválni kell, el kell tüntetni, vagy valamilyen új funkciót kell neki adni. Na most sokkal egyszerűbb lebontani valamit, mint elkezdeni átalakítani és mondjuk közművesíteni, vagy modern kori felhasználásra újra alkalmassá tenni. Tehát itt a minden bontás
elve érvényesült legalábbis a borsodi szénbányáknál. Itt ezt a Miskolchoz, azért Miskolc szélén lévő, tehát még annyira nem is szem elől eltűnő helyet választottuk ki arra, hogy na megpróbáljuk. Megpróbáljuk, hogy hát ha marad. Vannak rá ígéreteink, hogy a megyei közülés meg kívánja vásárolni, és a bányászat történeti múzeumként hasznosítani akarja. Hát legyen úgy. Vannak azért sikerek is, nehogy azt higgyék, ne dőljenek be nekem mindenképpen. Szóval vannak sikeres helyreállítások is, sikeres műemlék hasznosítások is. Itt a képen a Mádi zsinagógát látják. Ez Magyarország legrégebbi 18. századi zsinagógája, amelyet azok után, hogy a II. Világháború után többször nekifutottak és felújították, tehát szerkezete gyakorlatilag már évtizedek óta a nagyjából tűrhető jó állapotban volt. Most legutoljára újból nekifutottak, rekonstruálták a szinte teljesen elpusztult belső festést, a tóra szekrényt, és a külső jég is újra a felújították, és ez olyannyira sikerült ez a felújítás, hogy 2004-ben ez a felújítás Európa Nostra díjat kapott, ami gyakorlatilag a műemléki felújítások Oscar díjának mondható. Nagyon büszkék vagyunk az épületre. Virt Péter tervei alapján újult meg. Persze nincsen minden zsinagóga ilyen szerencsés állapotban, és nincsen minden műemlék ilyen szerencsés állapotban. Érdekes módon mindig változik a műemléki szemlélet. Ma más tekintünk értéknek, vagy mást is értéknek tekintünk egészen pontosan, mint amit néhány évtizeddel ezelőtt annak tekintünk, tettünk, amikor a magyarországi műemlékek zömét százával levédték, és a műemlék állományba belekerült. Néhány emlékről nem értjük, hogy miért műemlék, néhányról pedig nem tudjuk, hogy miért nem az. Tehát az Örökségvédelmi Hivatal egyik folyamatosan végzendő munkája az, hogy revidálja ezt a műemlékállományt, és terjessze ki az országos műemléki védelmet azokra az épületekre, amelyekre a mai tudásom szerint ezt meg lehet tenni. Ezek között modern épületek is vannak, tehát egészen modern 60-as, 70-es években készültek is belekerülhetnek. Reneszánsza van az ipari épületeknek, amiket most is önöknek is mutattam. De néhány régebbi épület is belekerülhet, ez a mezőcsáti zsinagóga, hát ennek a műemléki védelmét is fontolgatják a munkatársaink. És a legnagyobb műemlékvédelmi projektünkről is néhány mondatban szeretnék most önöknek beszámolni, ha már Észak-Magyarországra látogatnak. Miskolc teljes belvárosát, ami nem csak egyedileg értékes épületeket tartalmaz, de mégis városképileg még rengeteg értékkel bír. Tavaly novemberben ideiglenesen műemléki jelentőségű területté nyilvánított a műemlékvédelmi az Örökségvédelmi Hivatal. Most készül ennek a városnegyednek a tudományos dokumentációja. Óriási nagy területről van szó, aki ismeri Miskolcokat, akkor azt talán felismeri a Fő utcát, ahol a villamos megy, ahol a műemlékek vannak, a városháztere. Ez már az Avashegy itt a város déli részén, és belekerült a védelembe a úgynevezett Nagyavas és a Kisavas is több ezernyi pincéjével együtt. Hogy ebből a végleges műemléki védelemben mi marad majd, azt nem tudom. Azt tudom, hogy már most is rettentő sok munkánk van vele, és ez még tartok tőle, hogy csak a kezdet. Van ám aztán más is, ami veszélyezteti a műemlékeket. Önök is nyilván hallották a sajtóból, hogy egyre inkább gyakorlattá válik, hogy minden nagy zuhé után három szerencsétlen falut elönt valami jelentéktelen, még soha nem hallott patak. Ez itt a tavaszi Hernádi áradáskor készült ez a fotó, de egyébként a mai napon ugyanígy el van öntve ez a bőcs falu belterületébe tartozó
utca. Egyelőre azt kell mondanom, hogy hála jó Istennek, és ez csak neki köszönhető, műemlékben áradás most Észak-Magyarországon nem tett kárt. De már legutóbb nyilván hallották, Mádon elborított mindent a sár, ott már a határán voltunk, tehát ott már érintett műemléktelket, de a házat még nem. Számíthatunk arra, hogyha így megy tovább, akkor előbb-utóbb ezt is meg kell, hogy érjük. Hát ezek ilyen munkák. Néhány mondat a régészetről végül, amit mégiscsak fontosnak tartok önöknek bemutatni, a építészetről gyakrabban hallanak, de mégis az integrált örökségvédelem szellemében néhány mondatot a archeológia is megér. Magyarországon becslések szerint kb. 100 000 régészeti lelőhely található. 100 000. Ami nagyjából azt jelenti, hogy ha egyenlőre lennének elosztva ezek a lelőhelyek, akkor minden négyzetkilométerre jutna egy. Ha belegondolnak, ez óriási nagy szám. Nyilván a Mátra és a Bakony csúcsain kevesebben vannak ezek a lelőhelyek, a településre alkalmasabb folyóvölgyekben, meg síksági területeken viszont rettentő sokan vannak. Együtt élünk ezekkel a lelőhelyekkel, még ha nem is tudunk róla. Az lehet ma az örökségvédelem feladata, hogy ezt az együttélést minél harmonikusabbá tegye, egyrészt a fenntartható fejlődés elvét figyelembe vegye, tehát amennyire csak lehet, ne gátolja az új beruházásokat a régészeti lelőhelyek védelmével, viszont alapelv, hogy ne folyjon olyan beruházás, ami lelőhelyen kívül is folyhatna, olyan ne folyik régészeti lelőhelyen. Ahol csak lehet, kerüljük el ezeket a lelőhelyeket, illetve ahol nem lehetséges, és itt egy ilyen helyszín mutat a kép, ott a beruházás megkezdése előtt úgynevezett megelőző régészeti feltárást kell folytatni. Abból a célból, hogy az ott húzódó régészeti értékeket kimentsék, dokumentálják, és csak utána kerülhet sor arra az építkezésre, vagy bármilyen beavatkozásra, amit ott terveznek. Új honfoglalás zajlik Észak-Magyarországon, egyszerre falvak tucatjaiba vezetik be a csatornát, a gázt, a tiszta ivóvizet, hírközlési kábeleknek 10 000 métereit fektetik le évenként Magyarországon. Ez optimista hozzáállással egy óriási nagy lehetőség arra, hogy új régészeti lelőhelyeket fedezzünk fel, pessimista felfogás szerint pedig a lelőhelyek széttúrásával járó kontrollálhatatlan nagyméretű beruházás özön. Mindkét vélekedésben van igazság. Tudnék, amíg régen úgy fektettek közművet, hogy oda ment 40 fáradt ember, és ásóval, csákánnyal kiásta azt a nyomvonalat, közben nagyon jól lakott és sokat ivott. Most már pillanatok alatt ezek az árakású gépek leletestül, mindenestül kidobják a földet, belefektetik a vezetéket, és utána már legkésőbb holnapra vissza is takarják. Legyen talpán az ügyes régész, aki az alatt kiszúrja, hogy mindent tönkre. Itt a néhány ásatás is állapkép. Látják jól, a sárga bolygatatlan altalajban nagyon jól megmutatkozik az a régészeti beásás, az egykor, egy őskorban kivált gödör, amiben a régészeti leletek megtalálhatóak. Tehát nagyon egyszerűen a gyásatás úgy folyik, hogy a felső réteget eltávolítják a bolygatatlan altalaik, és utána az elszíneződéseket, foltokat bontják ki, mint olyat, ahol biztosan leletek találhatóak. Itt komoly dokumentáció készül természetesen, ha háttérben látják azokat a foltokat, azok olyasmi foltok, mint amit az előbb félig már kibontva láttunk. Itt egy köráraknak és előtte két gödörnek az egyértelmű nyomai láthatóak. A körárok közepén fóliában letakarva egy temetkezésnek a foltja látható. Tudni, hogy ez egy halmos temetkezés volt, és ez a körárok a halmokat tett annak idején körül. Van, aki ilyenbe tudva, ilyenbe botlik, és hogyha ha ügyesen veszi fel, akkor még aranykarikát is talál a feje alatt. Talán már közelebb van az önök munkájához, hogy van egy csomó olyan régészeti lelőhely, amely ma is lakott település alatt húzódik. Tehát például Miskolc alatt is, a középkori, meg Árpádkor és középkori Miskolcnak a régészeti
nyomai, objektumai ott találhatóak. Tehát az előbb említett elveknek megfelelően itt is csak olyan beruházások, közműfektetések, építkezések folyhatnak, amelyek előtt ezt az úgynevezett megelőző régészeti feltárást elvégezték. Ez egy vicces típusú régészeti feltárás, a Miskolci Békemúzi átalakítása előtt. Télen is lehet ásni, hogyha az ember nem bontja le a házat, csak mélyíteni. Ez itt a nézőtér, a tere a Békemúzinak, ami alatt a középkori Miskolcnak, vagy koraújkori Miskolcnak az objektumai húzódnak. Ez tavaly decemberi régészeti feltárás. Itt például egy 17. századi városi közkútnak a száraz morakot káváját látják. Nagyon röviden a műtárgyvédelemről végül, a hivatalunk harmadik nagy szakterületéről. Tudnélik, ha azt mondom, hogy lelőhely meg műemlék az rengeteg van, akkor a védett műtárgyakról meg azt kell mondanom, hogy azoknak kifejezetten nagyon rengetegen vannak az ingó kulturális javak. Ezeknek egy jelentős része gyűjteményben, közgyűjteményben található. Ezekkel van talán a kevesebb baj, mert azokat a múzeumok jó-rosszul, de karban tartják és őrzik. Viszont rengeteg magángyűjteményben vannak olyan nemzeti értéket képviselő tárgya, amelyeket az állam védetté nyilvánít. Ez a tulajdonjogot nem befolyásolja, de például véglegesen az országból kivinni nem lehet ezeket a javokat. Az állam az én hivatalomon keresztül nyilvántartást vezet arról, hogy hol találhatóak ezek a javak, ezek festmények, szobrok, bélyegek, plakátok, kisnyomtatványok. Elképesztő széles a paletta. Ezek közül most csak kettőt említenék meg önök előtt, amivel talán gyakrabban van kapcsolatuk. Egyik tipikusan ingó kulturális jószág, nem tudtam, hogy én sokáig vagy a javaknak az egyes száma a jószág, a harang. Magyarországon most az Örökségvédelmi Hivatal elmúlt két éves munkája eredményeképpen minden 1711 előtt öntött harang védettére nyilvánítva. Sokan vannak, száznál is több ilyen harang van ma Magyarországon. Ezek közül kiemelkedően sok található Észak-Magyarországon, és számomra is érdekes tapasztalat volt az, hogy ezek a harangok nem mindegyike van védett, tehát régi műemléktemplomban. Nagyon sok, több száz éves harang modern templomokban, vagy néhány évtizedes templomokban, vagy harangtornyokban szolgál. Ennek oka éppen az, hogy ez egy mozgatható immobília, tehát le lehet akasztani, adni lehet, venni lehet. Éppen ez szolgáltatta az egyik okot arra, hogy ez a nagy védési kampány létrejöjjön a hivatalunkban. Tudnélik, ezeknek a harangoknak van egy rossz tulajdonságuk, hogy nem örök életűek. Főleg a géppel harangozott, a géppel ütött harangok elég keveset. Legalábbis ahhoz képest, hogy azelőtt sok száz évig semmi mondjuk nem volt, eltörnek. És kegyes hagyomány ilyenkor újra önteni ugyanabból az anyagból a harangokat, ami hát egyrészt ugye megtartja azt az érzést, hogy mi őseink harangjával harangozunk, viszont egyszer mindenkor elpusztít egy sok száz éves öntészeti műremeket adott esetben. Éppen ezért kell rendkívül odafigyelnünk ezekre a tárgyakra. A másik tárgytípus szintén a hanggal, zenével kapcsolatos, amit esetleg építészként önök a templomot terveznek vagy felújítanak, találkozni fognak vele, ezek a harangok. Harangok, orgonák. Szintén immobília az orgona, ezt én sem tudtam sokáig. Tehát ahogy összeszerelik, úgy szint lehet szerelni, bővíteni lehet, sípokat máshol felhasználni lehet. Tehát ez is egy rendkívül sérülékeny része a ingó kulturális javaknak. Szintén a harangokhoz hasonlóan készült egy teljességre törekvő kataszter, vagy illetve pontosabban készült egy teljességre törekvő kataszter Magyarország régi orgonáiról. Ezek tekintetében Észak-Magyarországon egészen jól állunk már, tehát itt a végéhez közeledik ez a felmérés. Ezek közül az orgonák közül sem mindegyik régi templomban van, hanem
hanem szétszerelve, újra felállítva, esetleg kicsit bővítve, modern templomokban is állnak és működnek és szolgálnak ezek a harangok. Értsük, hogy mondani szerettem volna. Észak-Magyarországnak jellemző tulajdonsága még, hogy minden irányba nyitott. Tehát mivel politikai határok határolják a régiónkat, ezért dél felé, az Alföld felé éppen ugyanúgy nyitott és kapcsolatokkal rendelkezik, mint Észak-Magyarország határon túli területei felé. Éppen ezért a közös gondok, közös feladatok, közös megoldása érdekében a régiónk komoly kapcsolatokat tart fenn a Szlovákiai Műemlékvédelmi Hivatallal, ami szomszédaink a Kassai kerület műemlékes szakemberei, talán néhányan ismerősök is a képről. Rendszeresen járunk hozzájuk tapasztalatcserére és fogadjuk őket ugyanilyen célból, és talán nem haszontalan ezek a kapcsolatok. Végül néhány dolog, ami miatt nagyon fontosnak tartom, hogy önök előtt most beszélhetek. Gyorsan levetítek néhány képet arról, hogy szerintem mit kellene még csinálni. Tudni, itt a műemlékvédelem, kulturális örökségvédelem a hagyományos módszerekkel kimerítette tartalékait. Ennél jobban már nem csinálhatjuk. Nálunknál csak lehetségesebb, okosabb munkabíró belüldeink dolgoztak a hivatalunkban korábban, és mégse sikerült a társadalmat rávenni arra, hogy jobban becsülje meg a kulturális értékeit. El kell kezdeni új módszerekkel, modern módszerekkel, 21. századi módszerekkel operálni, hogyha valami változtatást akarunk elérni, és ebben önöknek, mint fiatal pályafedő nemzedéknek kifejezetten nagy szerepe lesz. Meg kell ismertetni a fiatalokat, a gyerekeket, a régészeti leletekkel, a épített örökség értékeivel. Nem kell újat kitalálni, mert kitalálták rajtunk, tőlünk sokkal korábban Európában, hogy hogyan kell a múltat megszeretetni a gyerekekkel. Modern módszerekkel, interneten kell legalább azokhoz eljuttatnunk az információinkat, akik erre nyitottak. A hivatalunk honlapja erre jó, a regionális irodánk honlapja ugyancsak erre jó. És egy jó példa, Miskolcon, talán hallották, hogy Miskolc az egyik kandidáló a Európa Kulturális Fővárosi Címre 2010-ben. Olyannyira sikerült egy régészeti leletet a Miskolc avasi újkőkori, vagy régebbi kőkori, tehát paleolit régészeti leleteknek a jelentőségét a várossal elfogadtatni, hogy egyenesen ennek a pályázatok homlokterébe állították ezt a témát. Itt egy részletet kinagyítok. Kultúránk 70 ezer évére hivatkoznak már. Tudnék, ez az őskőkori lelőhely, ez 70 ezer éves, 70-50 ezer éves. Mi lettünk a vezérmotívum. Ki kell menni minden olyan helyre, ahol emberek összegyűlnek, és el kell nekik mondani az információkat. Éppen ebből a célból minden hónapban műemléki beszélgetéseket tartunk azok számára, akik civilek és érdeklődnek és szeretnének a műemlékvédelemről, lelőhelyekről többet hallani. Kulturális örökség napjait rendezünk minden évben, szeptember 3. hétvégéjén, most is 17-18-án erről lesz szó. Filmeket csinál a hivatal részvételével, ez például Delta forgat egy ilyen őskőkori visszaállított interjúben. Hogyha ebben a munkában önök partnerei tudnak lenni és segítenek példamutatással és mások meggyőzésével, akkor már nem voltunk majd hiába. Köszönöm szépen a figyelmüket és további jó okulást! Ha a hivatal is és a civil szféra is ennyire egyet beszél, akkor hátra nem fogan a dolog. Következő tisztelt előadó dr. Virág Zsolt, őről annyit, hogy ő a két lábon járó kastéllexikon. Akinek kezében volt már ilyen, hogy kastéllexikon, az látta, hogy ami hihetetlen hatalmas dolog. Én akkor ismertem meg a Zsoltot, amikor már négy ilyen
kastélykötet megjelent, és vártam egy szakállas 60-70 éves idős urat, hogy egy élet munkája van benne. És ezek után találkoztam Zsoltal, akinek még egy kiváló tulajdonsága van, hogyha csúszunk az előadásokkal, ahogy most is, ő mindent behoz. Majd megértitek, ha el kell beszélni, figyeljetek, nagyon legyetek résemnek, hihetetlen magyar. Én köszönöm szépen, én Üdvő Miklósnak a kastély terveiről, illetve az építészet történeti jelentőségéről mondanék néhány szót. Ezeket is gyakorlatilag három olyan kevés ismert kívül kezdenyomát megviselő kastélyon keresztül szeretnék bemutatni, amelyeket eddig az építészet történeti kutatás során kevésbé dolgozott fel. Az évben körülbelül 3 tucat kastélyt tervezett, illetve ezeknek körülbelül fele az átalakítás volt, ezek általában historizálók, vagy pedig romantikus típusú átalakítások. Illetve, mint itt majd látni fogjuk, van olyan épület, ami mind a kétféle építési stílust egyidejűleg magán viseli. Addig gyorsan elmondanám, ugye, hogy az idő kastélytervek, azok viszonylag szerencsés módon megmaradtak. Tehát a fővárosi levéltárnak van egy épülhagyatéka, és ott az által tervezett kastélyoknak többsége eredeti dokumentációval bír, viszont mint most a legutóbbi kutatások során kiderült, nem biztos, hogy az archívképek és az eredeti tervdokumentáció összehasonlítása alapján tehát sikerült rájönni, hogy nem biztos, hogy mindig az épülhagyatékban az a terv van, ami később a gyakorlatban is megvalósult. Illetve a hagyatékban is van többféle olyan tervvariáns, ami esetleg 5-6 féle változatot tartalmazáson, és a soha nem írta rá Üdvő Miklós, hogy éppen melyik az a változat, ami véglegesen így megvalósításra került. Illetve hát tudjuk, hogy az anyagi források szűkössége már akkor is néha arra készítette a beruházót, hogy esetleg bizonyos díszítő elemeket elhagyjon, és ezáltal egyszerűsödtek a tervek így menet közben is. Látszik, hogy
Ivo Miklós tervenek az aljára általában egy ilyen külső tömeglázatot is készített. Ez az a rész, és tulajdonképpen miért tudom be ezt az épületet, annak elég egyszerű oka van. 1945-ben a kastély leégett. Utána a környékbeliek kaptak az alkalmat, és hát mindenkorosan elkezdték szétoldani a kastélynek a fő részeit. Éppen ezért, és ráadásul ugye ez nem is volt különösebben divat, főleg egy kíneves magyar építész által tervezett kastély esetében, ugye a rendszerváltozás előtt úgy bevallják, hogy hát a kastélyoknak kb. Egy olyan 25-30%-et Magyarországon szétoldák. Ezért gyakorlatilag próbálták így elfedni a különböző pusztítást. És tulajdonképpen a mind a műemlékes szakma, mind pedig az építészeti kutatások elpusztulóként tartották számon az épületet. Valójában azonban egy részlet megmaradt a kastélyból, mégpedig ez a rész, ezt majd mindjárt képen is illusztrálni fogom, és most, hogy műtulajdonos kezébe került a kastély, kiderült, hogy a mellette működő húsüzemnek a falazata, amit ugye szociálisítottak persze, gyakorlatilag az eredeti kastély falakat tartalmazza, az itt található, és ezen a részen pedig a pince szinten gyakorlatilag tökéletesen megmaradtak a kastélynek az egyes részei. Más kérdés, hogy például ezt a részt, ez így mondtam, hogy eltűnt azt, hogy valószínűleg betongyalóval vagy valamilyen földmunkagéppel sikerült így eléggé ledarálni, mert ott semmilyen gond nem maradt, tehát az ásatás is zajlott ez, meg ott megből az alapot is sikerült így kibontani, ugye igen, alatta nem volt pince, tehát ez érdekes. Az új tervek szerint egyébként egy kastélyszálló készülne majd itt a Nagyhöcsök pusztai kastélyban. És a külön öröm, ugye sok negatív példa mellett az is, hogy itt az építész tervező, illetve hát elsősorban a kivitelező, az eredeti épült tervek alapján próbálja majd visszaadni az épületnek mind a tömegét, mind pedig ugye a díszítőelemeit. Hát ugye ez egy komoly műemléki kérdés, és ebben nem is mennék bele, hogy eredeti tervek alapján mennyire szabad rekonstruálni egy olyan kastélyt, aminek gyakorlatilag csak egy harmada maradt meg, de tulajdonképpen hogyha azt nézzük, hogy az élménytudatos világszerte egyre dinamikusabban fejlődik, és hát tulajdonképpen az előző adásban említett várrekonstrukciók, illetve a Széchenyi tervnek az egész filozófiai is részben erre épül, hogy tulajdonképpen valóság az már talán viszonylag kevés, ugye amikor a turizmusból származott bevételünk a GDP 9%-át teszi ki 2005-ben is. Tehát valamilyen élményt kell nyújtani, tehát legalább a tömeget érzékeltetni kell, illetve hitelesen rekonstruálni. Tehát lényeg az, hogy úgy tűnik, ja igen, egyébként kiemelni, hogy az épület az nem műemlék pont azért, tehát mindmáig nem védett, még csak helyi szinten sem védett. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan épület kastély, ahol tulajdonképpen hogyha a helyi jegyzően, vagy érzően kell egy bonthatnál az épületet a mostani tulajdonos, pont azért nem mégis semmilyen érettség alatt mellett, de ettől függetlenül szeretnénk úgy megvalósítani, hogy a mostani funkciók alkalmasok lények egyrészt egy kastélyszállóra, élővét egy alkastélyt, és hát ugyanakkor lenne benne egy épület emlékszoba is, ahol a kutatási anyagot, illetve az épület arhívképeit állítanak. Meg tudom megmutatni az épület arhívképeit. Közvetően megjegyezni, hogy
körülbelül a kiegyezéstől a második világháború végig valami hihetetlen gazdag kéves lakiadás alatt Magyarországon. A legkisebb településről és a legkisebb kúriáról is adott esetben előkerülhetnek képes lapok. Hát ezért van az, hogy így, hogy a legjelenteni források, mint a későbbi két kastély esetében látni fogjuk, meglehetősen hiányosak. Nagyon sok elpusztult ugye a kastélyok már említett második világháború utáni kifosztásánál, hogy az is elképzelhető, hogy az országos levéltárban, mondjuk 56-ban becsapott a kézigránát, kiégett egy folyóméter anyagot, meg kiégett egy fél folyóméter, tehát teljesen esetleges az sajnos, hogy milyen levéltári források állnak rendelkezésre, ugye a blokk, de mondjuk így a kastélyokra vonatkozóan is. Ez alapján a kép alapján látható talán leginkább, és ugye itt az ember annyit tapasztalta vizsgálni a képet, hogy tulajdonképpen az a tervázat, amit második nap láttunk, az valósult meg így végül az épület felépítése után. Talán én úgy tennék hozzá, hogy egy lehetőszt már mondtam, hogy volt egy szemben egy neoreneszánsz átépítési tervet készített 1871-ben a Kolis gróf főkérésére, ami mondhatjuk, hogy szerencsére de nem valósult meg végül, az egyébként Csicsa József kutatásainak köszönhető, hogy ez a terv napvilágra került. Igen, ez már a fegyvereti kastély. Fegyvereti a Gróf Szatmári család volt a földbirtokos 1720 óta, és a török hódoltságot követően indult meg a Dunatisza közén, illetve ellen a Szolnok megyei részen az Illetakarszerves külső Szolnok vármegyéhez tartott egyébként fegyverek település. Itt a szabályi grófok Gyöngyösön rendelkeztek rezidenciával, viszont nem ugye az észak-magyarországi régió. Viszont Szapári harmadik Józsefnek ugye több fia született, akik szintén találó kastélyt építettek maguknak. Ez Szapári, illetve nem ez a kastély, hanem mint majd látni fogjuk a ennek a korábbi változata, Szapári Iván Gróf számára készült. Akkor esetben ugye nincs rendelkezésáról legyetári forrás, akkor az ember máskor próbálja meg az épületeket datálni. Ugye a második emelés az viszonylag jól ábrázolta már a kastély kúria épületeket, így alaprajzilag. Ebben a régióban 1561 és 66 között készült el ez a második katonai felmérés, és azon már látható volt a kastély. A következő katonai felmérés, a harmadik, az 1883-84-ben készült el, és azon szintén látható ugyanaz a formájú kastély. Most a problémát az okozza, hogy Ybl Miklós a kastély felépítésére 1865 körül készített tervet. Ugye az 1861-es és az 1883-as kastély alaprajz, ami gyakorlatilag egy négyes formáz, tehát egy összetett alaprajzú épület volt, teljesen megegyezik a két alaprajz. Tehát valószínűleg itt is csak egy átalakításról lehet szó, tehát nem Ybl építette el az épületet. Ebből az alaprajzból viszont még azt sem tudjuk nagyon kikövetkeztetni, hogy milyen stílusú volt a kastély, mert hát a barokk kastélyok alaprajza sem volt ilyen tipikusan, és hát a klasszicista sem négyes formájú. Egyébként ilyen kastély alaprajzot még nem is láttunk, de mind a két katonai térkép is tisztán feltünteti. Hát sajnos levéltári források nem állnak rendelkezésre, pedig a családnak a legismertebb leszámazgatja Szapári György a Magyar Nemzeti Banknak az alelnöket, tehát már elég szoros kapcsolatban vagyunk, mert hát ugye elég sokat foglalkozott is a családnak a kutatásával, mint családtörténeti, mint pedig ugye a család egyes birtokainak a szempontjából, de ugye a Szapári levéltár egy első forrásnak értesültünk, hogy szintén elpusztult. Igen, és erre a kastélyban valami kép sem került elő. Sokáig azt tartott a kutatás, hogy ez a kastély az, amely a korábbi Ybl-féle kastély átalakításával megtörtént. Azonban a mai fegyvernek település alaprajzon összehasonlítva a kastély katonai térképeken talált alaprajzát, ebben egyébként segített az összehasonlításban is, hogy pont ott ugye most a négyes főút, amiben van egy ilyen kanyar. Most ez a kanyar, ez gyakorlatilag megvan a 18. század közepe óta, csak később bebetonozásra került, és a különböző terepontok, tehát a temetőről a kápolna alapján kiderült, hogy bizony a katonai térképeken jelölt kastély, és ez a kastély, amit sokáig ugye Ybl-nek tulajdonítottak, ez körülbelül 300 méter távolságra el egymástól. Az egy dolog, hogy az alaprajzuk nem egyezik, a távolság is elég nagy, és az a kastély, amit Ybl átalakított, így a kutatási, friss kutatási adatok alapján, az valójában lebontásra került, a helyén most telkeket parcelláztak, és kb. 1960-as években ugye a klasszikus kocka házak sátortetővel fel is épültek.
Az angol partnak az a része, ami a déli felére esett a kastélynak, az ma is látható. És egyetlen egy olívkép került elő erről a kastélyból, de ez is már 1949-ben készült. Ugyanakkor itt lehet látni, hogy van egy füzérekkel díszített kártus a kastély előtt, amin az anno 1938-as felirat látható, tehát akkor valószínű, hogy ez a kastély már akkor készült. Hozzátartozik az, hogy Szabály Iván Gróf, akinek ugye a kastélya volt, tehát ő a magyar olvastársadalomban egy elég jelentős szerepet játszott. Közösen menedzselték Vaskovics Ernővel a világhírű kincsen nevű versenylovat. Ő maga is amatőr, gyalkótermető volt és amatőr jockeyként indult. Többször maga volt a saját magait, és hát meglehetősen sok trófeát be is gyűjtött. A reformkori közéletes pontjaimért jelentős szerepet játszott, ugye a szükségével is kapcsolatban volt, és hát tulajdonképpen a bármelyikében ő is jelentős szerepet játszott a fogásrendés megteremtésére. Egyébként el is lehet övezte, mert 1871. augusztusában egy sparcnegyű kereskedőnek el kellett adni a kastélyt, ugyanis egy olyan fogadás kötött, amit hát ő meglehetősen jelentős összegre szólt, ezt elvesztette, és csak úgy tudott a váltókról szabadulni, hogy eladta ezt a kastélyt és a birtokot. 1871-ben, és utána úgy tűnik, hogy a Schwarz család mindenképpen csak 1883 után, de lebontotta azt a régi kastélyt, ugye 83-ban volt a második, a harmadik katonai felvérés, tehát akkor mindenképpen megbontott az épület, akkor 38-ban volt ugye a kastély felépülete. Hát sajnos bevételi forrás erről sem volt, tehát ezért kell általában ilyen szilágokból összeállítani egy-egy kastélynak a történetét, pedig hát milyen egyszerű az az esetekből, ugye a komplet dokumentáció rendelkezésre, és akkor csak a birtok számadás jegyzőkönyvek alapján sikerülnek most már nagyjából, hogy épült fel a kastély kúria. Igen, talán nem említettem, de az időlevéltárban ennek a kastélynek sincsenek meg a tervei, tehát ezért nem tudtunk csak így közvetett fotobizintékokat szerezni. És hát nézzük talán a... Tiszadói kastélyt, amely sajnos már elpusztult mára. Igen, ez arra tipikus példa, amit az elején említettem, hogy hogyan változott meg az eredeti tervhez képest egy-egy kastélynak a kinézete. Ezek az eredeti ívű tervek, amik ugye a fővárosi levéltárban találhatók. Viszont sikerült pont így különböző képeslap gyűjtőkön keresztül, illetve az Iparnyőszeti Múzeumban is található egy képeslap, összesen kettő darab archív képet, ugye hát ennyi került elő máig begyűjteni. És ezeknek az összehasonlításával nagyjából látható, hogy mik változtak meg, mert közben az eredeti tervhez képest. Mindenek előtt szóval itt is elemeztük a két katonai felmérést. Az 1861-es katonai felmérés alapján sikerült például kideríteni azt, hogy melyik tervváltozat az, ami a legközelebb áll a később megvalósult változathoz. Én legalább háromféle tervváltozatról beszéltünk, ebből kettő található a levéltárban, egy pedig megvalósult a gyakorlatban, de lehet, hogy még korszolgálni is, hogy azoknak nincsenek bizonyítékok. A főhomlózat szempontjából ez az, ami megváltozott. Ugye próbáltam volna kihozni a katonai térképeket a hadtörténeti múzeumnak a levéltárából, de hát ugye jó szokásuk szerint ők július 1-től augusztus 31-ig zárva vannak, mert ugye a kutatók inkább nyáron érnek rá kutatni. Hát így volna erre nem igazán ennyi lehetőség. Itt a főépület az egy téglány alaprajzú épület volt, és volt U alakot bezárva két különálló melléképület. A második katonai felmérés, ami 1861-es, látható még egy különálló konyhai épület is, és ez jelent meg az első tervváltozaton. Később viszont történt egy változás, és ezt már a harmadik katonai térképről tudjuk, ugyanis lebontásra került a lenti épület, és egy folyosót kiépítettek az új konyhai épülethez. Ez mindjárt láthatjuk majd az új képeken. Igen, ezek legyen az aranyképek, nem is az a másik, hanem a másik. Igen. Először ugye ezt a képet sikerült előkeríteni, és hát gondolkodtunk rajta, hogy mit vettek ezek az oszlopok. Tehát ez a bejárat kiképzés Magyarországon viszonylag szabadban volt, viszont kiderült, hogy az egyik melléképület, ez ugye szemben álló kastély portikuszával, akkor a jobb oldali, abban alakították ugye végre a konyhai épületet. Na ez az, ami látható az egyik tervváltozaton. És azt egy öltökös oszlopokból nyúló folyosóval kötötték össze, az építésen 1865 és 70 között zajlott le körülbelül. A folyosót egyébként egy fa terasz
tetőszerkezet zártaná, és E a U volt. És megmutattam a másik képet is, ami viszont az látható, hogy mit valósultak meg az eredeti tervhez képest. Ugye így ül, körülbelül ezt a, erre a részre a hajbírozás is tervezett, ez nem valósult meg, illetve itt a szemüldő párkánynak fölött, akkor most a nyíl van, oda, hogy Ibn-Elvin szavait idézzük, hellenisztikus medaljonok kerültek volna. Ugye Ibn-Elvin, ugye nem ismert a képes napot, ezt tényként kezelt, hogy ez valójában meg is valósult. Valójában azonban, hát úgy tűnik, hogy ez a költségvetés szűkössége miatt mégiscsak ki maradt. Hát sajnos nem szerint hogy azt a részletrajzot, de egyébként egy ember felvázolás lett volna ez a speciális díszítelem. Ugye viszonylag jól megfigyelhető vastagon mind a romantikus díszítés, mind pedig a historizáló, ugye 1960 és 70 között épült, tehát ezt még egyszer hangsúlyozom, tehát a két korszak nagyjából ugye a határán. És hát ugye középen látható ez a csipkés díszítésű ötöt vas portikus, ami szintén ugye romantikus elem volt folyosóval együtt. És hogyha visszamegyünk, a végén középen volt az Almási családnak az építetőnek a címe. Ez szintén megvalósult eredeti terv változat. És amiért mondom, hogy legalább három változat készült, az azért van, mert ugye eredetileg lehet látni, hogy így úgy képzelt el, hogy innen indulna a folyosó. Végül azonban, mert itt van a mellékképület, egy ilyen elalakott egyben, amit az alapképen látható, az viszont ugye így, hogy hátsó homlokzatról nem készült a alapkép, vagy ez ideig nem került elő, ezt a 25-ös vas oszlopon nyugvó hátsó teraszt nem tudjuk, hogy egyáltalán megvalósult-e valaha. Itt egyébként látható, hogy ez egy tipikus klasszicista térszervezési épület, tehát ugye az épített Almási család a 19. század első felében felépítette ezt a kastélyt, és így mindössze az áttervezésére kérték fel. Hát az építető kérdése nagyon érdekes. Az eredeti tervrajzokon Almási Pál szerepel. A 21/24-es jelzésű terven Herm Paulus von Almási van, egy másik terven pedig a GF. Almási név szerepel, ugye németes helyesírással, tehát Ibn Miklós nagyon visszavívó beszél, de hát általában az a német helyesírási szabályokat alkalmazta a magyar szavak esetében is, tehát SCHI a vége. Ugye az egyik kutatás egyértelműen Rófra titulálta egyébként ez alapján visszavívó lomozatúan Almási Pált az építetőt, viszont kiderült, hogy ebben az időszakban az Almási család három grófi ágának egy tagja sem viselte a Pál nevet. Ugye az Almási családnak három grófi ága volt, és öt köznemesi ága, és akkor itt ragadna meg az alkalmat, hogy Almás László az angol beteg. Ő szintén nem volt bóf, ő kétségkívül az Almási család tagja volt, viszont az egyik köznemesi mellékágból származott, akik a mindmáig kirtokolják a borostyánkori várat Bernstein néven Burgenlandban. Tehát az még most is ugye Ausztriában a családtulajdonában van, de ugye az Almási családok az egyik köznemesi ága. Tehát kiderült, és akkor jó, hogy a közönnemesi ágak közül is egyben éltek most be, kiderült, hogy kiről van szó. Ugye egyszerűen tudom persze itt is levéltári forrásokra hivatkozni, csak a probléma az volt, hogy sem a szolnoki levéltárban, sem az Almási család az országos levéltárban jelentett levéltári fontjai között, sem pedig az összes elérhető levéltárban nem találtuk erre vonatkozó adatokat, sőt, ugye itt Almási mondta a Rófa 5 évvel visszatelepült leszármazottan is felvetődő kapcsolatot, de hát ő sem tudott közelebbi információt mondani. Ez szó, mint száz, akkor azért csak ez az egy Almási Pál lehet, aki egyébként heves külső szóval már megy a Vispáni posztját töltötte be, majd az 1848-ben bekezd a sorszegyűlésen. Országgyűlési képviselő volt, sőt, ő volt a képviselő, az elnöke is. Hát nem is csak a Pál megyei közéletben, hanem tulajdonképpen az országos közéletben is így módon jelentő szerepet játszott. És miután ugye gondolatmenetnek a végére értünk, kiderült, hogy van még egy másik adat is az ő együttműködésükre vonatkozóan, ugye Ibn Miklós mint jelentős területes jelentős anyagi forrásokkal rendelkezett, és ettől az Almási Pápa és testvérétől vásárolta meg a mai múzeum körüli területet, az akkori Eszterházy utca, ugye ami Puskin utca, a Revicki utca és a Múzeum utca által határolt hatalmas terektömböt, amit csak később kezdték azokat a palotákat felépíteni, amelyek ugye ma is láthatóak. Ugye ezek nagyjából nemzeti múzeum hátra mögötti részek, és ezeket ugye Almásinak a tulajdonát képezte.
és eladta Illő Miklósnak, aki ugye a klasszikus ingatlan trükköt bevetve felparcellázta és részenként értékesítette ezt a területet, sőt, többé után ő maga építette az új tulajdonos megbízásából a palotákat. Hát azt mondom, hogy ennyit szerettem volna így a cikkletekről elmondani, és ugye a további források, tehát gyakorlatilag ezzel azt akartam demonstrálni, hogy ugye egy épületmutatás az szinte lezárhatatlan folyamat, mert új képek, új levéltári források kerülnek el, amik mindig árnyalhatják a képet. Hát ezzel három épület esetében is úgy gondolom, hogy még jelentős kutatások szükségesek ahhoz. Más kérdés, hogy soha nem tudhatjuk, hogy ezek most vajon egyáltalán létezik ez a levéltári forrás, csak mi nem tudunk róla, vagy véglegesen elpusztult, és gyakorlatilag rekonstruálhatatlan lesz az épület története. Köszönöm szépen! Akik több száz éve a legmagasabb kaszthoz tartoznak Indiába, a
vagyunknál rendelkezik Ausztráliától Amerikáig. Most ez az úr úgy ígérte meg, nem se része vagy egy kastély, van egyszerűen, mint terület megjött neki, mert akkor, és itt utalok arra, hogy az Expo szó elhangzott, ő itt az akkori Expo kapcsán szeretett volna valami központot is létrehozni. Az Expo az elment, az India is elment, és hát azóta most már eltelt 15 év, és időnként a kök fellángolt, időnként a kök próbált valamit csinálni, jogilag, de hát az igazság, hogy az elmúlt évek jogilag teljesen tehetetlen volt. Míg nem, két évvel ezelőtt egy akkora bírságot, egy ilyen 100 milliós nagyságú bírságot akartak benyújtani az indiai jognak, akit úgy lehetett volna megfogni, hogy köztartozása van, és hogyha köztartozása van, utána el lehetne áveleztetni a tulajdonát, de mindig az utolsó órában azt a köztartozást, ami a tulajdonvárosi adó formájában jelentne el, azt mindig kifizette. Így aztán ment ez a csiki-csiki. Lényeg az, hogy két évvel ezelőtt azt mondta, hogy szándékai komolyan, megjelent itt egy indiai úr, aki két órán keresztül a plafon nézte, időnként bólogatott és hazament, és megrendelte tőlünk ennek a kastélynek az állami megbúvását. Ugyanis a gond ezzel az volt, hogy miután a földszint fölötti fővény volt egy borthozott fővény, a viszonylag jó állapotban volt, de a hihetetlen szép tető alatti záró fővény az fából. Most ez a fa födém, ez ugye 1974-től az iskola kiment, gyakorlatilag gondozás nélkül maradt, és állandóan ázolt, elgondolásodott, veszakadt és a többi. Tehát ez már veszélyeztette magának a tetőnek az állagát is. A Mikó és Szántó építész iroda megtervezte a megoldási munkálatokat, történetesen a záró födémet, ami vastagon készült el, és a tetek elmosíció. Hát annyi pénzt utalt át az indiai, amiből ezt a forradalom fölében meg lehetett csinálni, és utána sehol se kép megint, hát mi lebújtunk, és egészen az elmúlt egy-két hónapig nem történt semmi sem. Akkor megjelent egy magyar befektető nálunk, aki közölte, hogy volt kint a Kodályunknál Indiában, találkozott velem, rávette arra, hogy egy magyar befektetői csoport többségi tulajdonába kerül ez a kastély. Most ez a magyar befektető kör, amit hát pontosan nem látok még, hogy ki, minden esetben valós személyekkel lehetett találkozni. Nagyon ügyes marketing fogással kitisztította a kastély környékét, bozótlanított, és most augusztus 20-án egy fantasztikus tűzijáték keletét, mert azt mondta, hogy na, csipke, rózsika, állomás, vége van. Ahol lenni szokott, a politikusok megjelentek a pódiumon, a Pest-megyék képviselő, az ilyen képviselő, olyan képviselő, és mindegyik elmondta, hogy majd a politikai fogja segíteni. Ugye, hát minden beszédben a segítség a levét kézzel foghatatlan volt, de azt markánsan és határozottan adták elő. A nép örült, mert ugye a nép, aki ide járt iskolába, az mindig magánynak érezte ezt, és valahogy nagyon érdekes, hogy a turai városi polgárok azok mindig valamiféle nosztalgiával néztek a kastélyra, kvázi az ő tulajdonokat teszi tönkre egy indiai. Megjelent ura, és azt mondta, hogy hát jogos tulajdonosra szeretném élvezni. Hát ott voltak a jogos tulajdonosok is, ezen mosolyogtak, és mondták, hogy hát ami tőlük kellük, azt meg fogják nézni. Hát most ott tartunk, hogy az építészeti pályázatot most fogják írni, és december 1-én úgy tűnik, hogy készen lesz a kiviteli terv. A hasznosításával csak annyit, hogy mindenki tisztában van vele, hogy önállóan ez a kastély nem állja meg a gazdaságosság próbáját, tehát ki kell találni még valamit, amit emellé lehet telepíteni, és majd egymást szépen eltartják. Ez a valami, ez egy szálloda lesz valószínű, amit egy olyan helyen és olyan kapcsolási ponttal fognak ez a kastélyhoz hozzátenni, hogy kvázi ugye a szobák funkcióját ez az új szállodahelyész fogja szolgáltatni, míg a közösségi tereket meg egyéb kiszolgáló funkciókat nem maga a kastély.
És így el lehet érni, hogy a 98 helyiség az gyakorlatilag megmondhatja az eredeti térvényel rendelkezésre rám. Ezzel szemben az utolsó oldalán van egy barokmaktár, amiben szintén gondolkodnak, azt is valamiféle konferencia vagy rendezvény központként lehetne üzemeltetni. Ettől a kastélytól néhány kilométerre van egy kéviszforrás, annak a bevonásával is. Tehát megpróbálják azokat a mozaikokat szépen összerakni, amitől majd működőképes lesz a felújítás. Ha már itt tartunk, azért a kastély történetéről néhány szót szólnék. Azért is érdemes ezt megnézni, mert hogyha igaz és beindul, talán a következő tábort kompletúrá lehet rendezni, ami meg kell mondani, fantasztikus élmény, mert az ember nem is hiszi, hogy ilyennel találkozott Magyarországon. Magáról az építetőről mondanék néhány szót. Ugye a Schlossberger család építette, és rendelte meg a terveket 1883 környékén Ülő Miklóstól. Ülő Miklós akkor dolgozott éppen a ház tervein, és elküldte ugye a történet szerint az építető, ahová ügyébe az építész, ugye kicsit szívja meg magát a francia stílusokkal, és egy nagyon szép francia számstílusba tervezte meg ezt a kastélyt. Maga a család az egy tipikus új gazdag család, aki 1863-ban kapta meg a nemességet, tehát még a kiegyezés előtt, és a legismertebb tagja Schlossberger Zsigmond, aki a kastély építetőjésekben. Az egy nagyon fontos ember volt, mert a pesti magyar kereskedelmi bank alapítója két fontosra a bank történelmében. Erről a címerébe árulkodó kas és körülötte két aranyjével ábrázolt rész tanúskodik. Ez a címer, amit itt látunk, már a Bárói Andrappal emelkedés után készülhetett, mert ha a következő képet megnézzük, két címer között az a különbség, hogy a nemesi címernél ugye viszonylag egyszerű, itt egy oroszlánt látunk a kezébe egy bőségszalúval, és abban a bőségszalúval gyümölcs és mindenféle szép virág mondjuk ki. Itt lehet látni ezt a megkapták, a nyilván a bankoknak, mert a takarékpénztáraknak vége a takarékosság szimbólum. És itt természetesen a nemesi koronát látjuk, a Bárói korona az ugye a vitágú, és ott egészítették ki a címert, egyrészt a sisak fölött elhelyezkedő oroszlánnal, ami kezében három dohánylevelet tart, és a két oldalon, ahol az előző láttuk két valamelyet alakját neki. A család történetét röviden befejezném, ugye fia Viktor az folytatta a apja tevékenységét, és aztán maga Zsigmond egy hétgyerekes családnak volt a tagja, tehát viszonylag mélyről is lentről kezdték. Végül a legutolsó örökös 45 előtti örökös az a családnak egy hölgy tagja, aki utólag Angliába ment ki. Tudok róla, hogy felvették az angol családi szállal és a kapcsolatot, amikor úgy tűnt, hogy elindul a felújítása, de a Schlossberger család, illetve a számítógépei nem igazán mutattak érdeklődést. Hát nyilván itt lehet látni a helyi számot a rászorítani. Annak idején, amikor Ülő Miklós ezt megtervezte, akkor korábban minden technikai vívmányát bevetett, mint az összes többi ügyvédőben a Operaházban is. Itt majd talán a felmérések igazolni fogják
azt a tényt, amit tudunk, hogy hihetetlen szervezőrendszerrel rendelkezett ez a kastély. Az a fantasztikus kéményeket, amit lehet látni, annak nagy része nem valódi kémény, hanem szervező járatok. Tehát zseniálisan oldotta meg a levegő áramoltatását, nyilván az ide is megelőre egyaránt. Nagyon korszerű építészettel volt ellátva a pálmaháza, egész alá volt pincézve. Magának a kialakítás, az épület kialakítása nem szimmetrikus elrendezési, hanem vonalra felfűzött alaprajzú. Mint említettem, az első emeleti része az téglaprotozatot kapott, mint az emelet fölötti része fafüggönyvel készült. Egy nagyon szép bejárati csarnoka volt ezekkel a oszlopokkal, amit itt látunk. És külön érdekesség, hogy a díszítő festést a Scholz díszítő festő készítette, aki annak idején az operaházat is. Ez a Scholz úr, akinek számításunk szerint, mesélésünk szerint 150 díszítő festője volt, ami óriási szám, ha megnézzük, de egy időben zajlott annak idején ugye az operaház, a parlament, és hát lehet sorolni az összes ilyen házat, szóval hihetetlen, hogy egy időben milyen fantasztikus feladatot kellett megoldani ezeknek. Hát itt azért lehet látni, hogy ezeket a motivumokat az operáházban sokkal élvezhetőbben lehet látni. Itt az elmúlt évtizedben, különösen az elmúlt egy évtizedben hihetetlen nagy pusztulás ment végbe. Jó rész elfertőzöttek a falak, gombot fertőzöttek, akik váltak. Észszerű beavatkozás az utóbbi 20-25 évben. Itt néhány belső látványfotó, nagyon elegáns, nagyon letisztult, sarlangtól mentes a minden megjelenés. Hát el lehet képzelni, hogy egy számolának, hogyha ez egy közösségi funkciót betöltő része, akkor azért itt ezzel lehet reprezentálni. Zseniálisan mondotta meg a bevilágítás, például Miklós, négy bevilágító aknát hozott létre, ennek a központi térnek a világítását találta ki, és állítólag tükörrendszerek segítségével a kinti fényben hozta, és ezt a központi csarnok részt ezzel világította meg. Hát én szerintem egyrészt a felvédési dokumentációk alapján, vagy a kutatások alapján részt ezeket helyre lehet állítani. Sajnos ezeket a részeket ideiglenesen el kell mondani, amikor a fődémet kicseréltük, de természetesen visszaérhető. Kéményekről meséltem. Ha az ember alá mentik a kastélyokat végignézott, ebből talál néhány példát. Itt külön érdekesség és szépség, ugye természetes palával fették annak idején, és hát reményeim szerint a felújítás után is ugyanez fog történni. Nagyon szép kovácsolatos diszek, koronázó diszek vannak végig rajta. Hát nagy részt a kéményeket vissza kell mondani, csoda, hogy egyáltalán még ezek állnak, mert az összes kitámasztás az gyakorlatilag elkorhat jelenlámas csatlakozik, úgyhogy teljesen nagyon feszélyes. Hát itt az elmúlt korok, amit hozzáraktak, ugye amíg iskola volt, egy-egy pedagógus és igazított rajta, de hát ez azóta gyakorlatilag ez a fönti felső vasbeton lemez valahogy megfogja a vizet a tárcáival, és összetartja az épületet. Külön kiemelném, hogy a nagyon éves anyagokból épült.
Tehát az időjárás az azért keményen küzd, de még így is csodálatos, hogy ez így áll. És ez csak úgy lehetséges, hogy egyrészt nagyon jó téglanyagból, nagyon jó kőanyagból, Magyarországon után használt homokkőből építették a kőrészeket, és hát ami látványosan lepusztult, az csak a valamit rész. Tehát statikailag abszolút stabil is, és itt egy tetőrészlet. Hát nyilván ezeket a bárolós részeket mindjárt kell cserélni. Most augusztus 5-án ennek a visznek a újonnan készült, mását állított ki, amit készített el. Készült. Miből készült a másolra? Cincsamezből. Igaziból? Igen. Úgyhogy hát így kell mindegyiket gyakorlatilag végig csinálni. Ki kell cserélni, tehát ez egy teljesen sokkal. Hát itt lehet látni, hogy a fönt a tetőnek a körrésze is totálisan szétmentek, már gyakorlatilag a tető is hiányos. 24. órában lehet esetleg valamit csinálni. Meg egy jellegzetes kép, ugye, hogy itt voltak itt az elmúlt néhány évtizedben, mindenki meghatszolta a nevét természetesen. Itt a tűzőrségtől kezdve az orosz katonákig mindenki megtalálta ezen a papon. Úgyhogy hát nyilván ez egy olyan történet, hogy lenyomta a kastély történetének, ami érdemes már egyszer. Nagyon szép égetett alövészek vannak, amik nagyon jó állapotban megmaradtak. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy nagyon nem bontottak szét, nem vittek el semmit sem ebből a kastélyból. Ha úgy most tényleg neki látnak, és nem csak egy marketing fogás volt a tűzijáték, hanem a következő fél évben is hallunk majd valamit Tudai kastélyon, akkor talán nem fog indulni. És építkezés közben, hogyha egy tábort szerveznek esetleg jövőre oda, akkor egy időműsor által tervezett valódi kastély felújításnak a részese lehetnek. Hát itt a zárófölének egy omlás előtti állapota, ezt kellett kilapátolni, ez nagyon a korja volt. És hát itt a jövő elég ködös távolatát szeretném mutatni. Igazából még egy blogként is hihetetlen impozáns és magával. A másik hír a 60-ig Rasalkovics festő felújításáról. Ugye annyit érdemes tudni erről, hogy 1760-as években kapta meg Rasalkovics ezt a 60-i irodalmat. Jungbürger tervei azok 1763-ban készültek el, amit a bővítés tervezte, és hát ez is átment ugye a szocializmus összes létező állapotán. Ugye itt az a csodálatos, hogy ebben kórházat működtettek, és hát mint tudjuk, a kórház az egy nagyon képviszítékes valami, tehát az orvosi gázok, a központi fűtés és egyéb csövek tömkelege még ma is megtartható a falakban, döbbenetes, hogyha néz ki belülről. Viszont a szintérzékünk odáig fejlődött már, hogy zavar minket, ha valami úgy a bántóan jelenik meg, mondjuk a város közepén. És hát a jó érzési polgárok úgy gondolták, hogy ha műszeret megcsináljuk, akkor talán nem bánt majd minket. Hát ezt a vizuális rendbetételt, ezt két éve elkezdtük, akkor a városfelügyi homlokzatát újítottuk föl. Hát tulajdonképpen csak a külső öröfelületet, úgyhogy természetesen van minden. A kistári vadonigazgatóság a nem elég büszke tulajdonosa, de mentségével legyen szólva az adat
adott lehetőségek között azért mindig próbálkozott valamivel, hogy legalább a lehetősége megmaradjon, ha később jön valaki fehér lovon, és sok pénzre, akkor meg tudja menteni. Tehát évekkel ezelőtt felmentették a tetejét, tehát is jövőben házon, több mint két éve csináltuk ezt a városi jogorzatát, az előttük a következő évben lehet látni, hogy az én állapotban volt. Úgyhogy, hát... mondjuk, ha nem nagyon történt volna vele semmi se, akkor ma már ez se kételett volna érezhető, mert ez nem volt volna, gyakorlatilag az értékes részei tönkrementek volna. A közelmúltban, egészen pontosan tavaly egy európai pénznek a Kincstárgyal Egyébkötőság közösségben a várossal összeállított pályázata, amivel most a parkot tesszük éppen rendbe október 30-ára, ami azt jelenti, hogy a belső udvari része is kívülről rendbe lesz, és a parkot, ami a nagy parkból maradt, mert nyilván össze-vissza szabdalták, és utána a város közepén volt értékes telekként úgy nyitták, hogy most már többet nem lehetne belőle levágni. De ami maradt, azt szeretnék legalább igényesen és normálisan helyreállítani, úgyhogy a városi közönség is bemehessen és valami élvezhessen belőle. Természetesen a benti részek lenne hagymosabb és ugyanán rámból kapunk. Számot. Ez közelebbről mutatott ezt a közképre. Ez a helyreállított rész. Itt ugye a kaput lecseréltük teljesen. Itt egy olyan dolgot mondanék el, ami fontos mondjuk a tervezés során, hogy ezek a főszerkezetek, hogyha nincs normális vízelvezetésük, akkor előbb-utóbb tönkre mennek. Tehát függetlenül mi emlék, vagy nem mi emlék, a fizika törvényei mindenképpen úgy hatnak rá, mint a normális épületre. Tehát ma úgy néz ki, hogy ez a része itt kifagyott már 2-3 év múlva, mert nem tudtunk neki normális lehetőst adni, mert egyszerűen terveink nem elégették. Tehát ezzel csak arra akarok utalni, hogy nem engednek lábhozatot, nem engednek vízolat, nem engednek szigetet, és nem engednek egy csomó mindent csinálni. Azt hiszik, hogy ez megoldás és a műemléki elvekhez volt egy ragaszkodás, de általában azért gyakorlat azt mutatja, hogy ez azt jelenti, hogy néhány év múlva lefajt, tönkre megy, és kávó rész a helyreállítása számára. Most 2003-ban volt egy ilyen esetű fertőzön, amit sikerült végül is jól megoldani. Ha visszaemlékeznek, a Feltörő Kastély belső udvari főlépcsője az konfliktusban van az épülettel, mert ugye az épület az jobban súlyabb, nagyobb volt a terhelés, a diszlépcső az meg nem követte az épületet, és így visszafele lejtett a fönti erkély. És hát miután már szétrohadt minden ott a Viszterő környékén, ugye elkezdtük 2002-ben a felújítást, és hát ott egy nagyon vékony olyan szigetelő réteget tettünk be, ilyen ügyantás, abszolút semleges szigetelés, és ilyen folyókákat véstünk be a kőszerkezetbe, az egész az ilyen kőmatokból áll össze, és így meg tudtuk oldani, most már megoldom az első tél után semmiféle probléma, még csak ebben is jelentkezett. Tehát úgy érzem, hogy észszerűen átgondolva meg lehet találni ezeket az utakat, amik ezeket a tömegmenteket kívülik. Ugye a mostani ütemhez tartozik a magának a kerítésnek a felújítása is. Igazából egy szomorú apropó miatt gondoltam, hogy beszélek 60-ról,
Szóval apropó az, hogy végre úgy tűnik, hogy van a pályázati pénzek, végre úgy tűnik, hogy van lehetőségünk nyelvi felújítására, és szomorúan kell tapasztalni, hogy az összes pályázat, amit kiírnak ma Európa pénzemből, nincs előkészítve. Annyira nincs előkészítve, hogy egyszerűen döbbenetes. Itt azt előírták, hogy képzett fémrestaurátort kell alkalmazni, előírták, hogy képzett farestaurátort kell, és képzett kőrestaurátort, de egyiknek a dokumentációja sem volt bent a pályázati anyagban. Tehát gyakorlatilag ott tartunk Magyarországon, hogy nyernek egy pénzmennyiséget, attól teljesen függetlenül és irreálisan megfogalmaznak egy vágyot, és úgy írják ki, hogy a legolcsóbb kivitelező nyer. Most innentől kezdve, ezt csak azért mondom, hogy körülbelül lássák, hogy ma miben élünk, abban élünk, hogy holnap reggel fogjuk leadni az a Fehérvári Hímerház ajánlatát. Az ajánl, nem tudom, ha ismeri valaki ezt a házat, Fehérvári polgármesteri hivatal szemben van, Fehérvár egyik legszebb háza talán, egyik szebb hoz, benne van a városnak a néhány száz éves története, a középkort, a napjaink. Tényleg megérdemelni azt, hogy normálisan, normális tervek alapján folyamán kivitelezés. A kutatás végző restaurátor a következőt írta benne, hogy sajnos a kutatásokat nem tudta megcsinálni, az ablakok benne voltak deszkázva, sötét van, ez volt a tudományos dokumentációnak a jellemző része. Most ezek után én mondjam meg, hogy mennyiért csinálom, milyen határidőre, milyen körülbelül fáradok, és a többi. Tehát sajnos ott tartunk a Magyarországon, hogy van egy jó törvényünk, a törvény előírja, hogy műemlék esetében például milyen kötelező mellékleteket kell biztosítani tender dokumentációhoz, előírta azt, hogy a megelőző kutatásokat, az épület teljes történetét, és a többi. Tehát, hogy exaktul le legyen írva, hogy ezzel a kerítéssel mit kell csinálni. Ne a kivitelező találja ki, hogy hány lábcsát hegyet cserél, hanem legyen leírva, hogy 152 darabot kell cserélni, mert valaki ezt megnézte. Ez a dokumentáció nem is tartalmazta a kerítés helyreállítási dokumentációt. Szóval nagyon szomorú, hogy amikor lenne pénz, akkor mi mindig ott tartunk, hogy politikai határidők vannak, mindig ott tartunk, hogy nincs idő a normális munkára, és ezt a pénz lehetőségét is elszalasztjuk, akkor én nem tudom, hogy még mivel tudnánk élni. A következő pénzmennyiség ugye 2007-től fogja hazánkat meglepni. Én remélem, hogy ebben a következő pénzmennyiség elköltésére talán az ütülők is már tevékenyen részt tudnak venni, és hát csak rukkolni tudok a sikeresen. Köszönöm szépen! Akkor úgy megfogalmazza ez a feladatkör, hogy menjünk ki
talán fogalmazott meg bennem, hogy ez lenne az a mozgástér, vagy az a hallgatóságban együtt befogható feladatkör, amelyet igazán aktívan lehetne kezelni. Mire gondolok? Elsősorban arra, amit most fogunk csinálni, a jelenlétben fogunk csinálni, hogy elmenni és megnézni egy épület együttest, és ezt felmérni, megszagolni, megkóstolni, körbejárni, és utána valami hasznosításáról beszélni. Ez egy kis templom esetében eléggé egyértelmű, és csak arról van szó, hogy hogy lehet úgy, ahol számára gyermekeit megmenteni, mert a felnőtt templomok mindegyike fel volt szentelve, de volt olyan, hogy még 2-3 év volt a szertartás nem volt, és legfeljebb egy esküvő, vagy egy karácsonyi, nem is évféli esti mise került lebonyolításra, és a falu már nem tekinti magáénak. Ez motivált engem arra, hogy szót keresünk el a dologról, hogy ezen kis templomok felmérése és a legszükségesebb effektív életveszély vagy állammegóvási beavatkozásokat elvégezni ilyen nyári táborok keretében. Akikkel beszéltem, többnyire mindenki lebeszéltem a dologról, mert hogy életveszélyes, elhagyatott állvány mindenféle gondos problém, és hogy nincs rá pénz. Hogy ez nem ment tovább, ez ennek is köszönhető, hogy nem volt igazán olyan támogatás, hogy sikerült volna megnyerni, például egyházi atyafiakat is beleértem. A másik pedig a politika kézzel fogható változása, mert 2002-ben ezt a programot egyszerűen be is vették, tehát mindent fogadása. És legjobban most elértünk a mához, mert amikor bejelentkeztünk erre a kis előadásra, a kollégákkal közösen, akkor az, hogy ezek között mit hol találtunk és merre, milyen érdekességek tapasztalatok, ezen elmondott nagy lelki masszán túlmenően, ahol a szakmáról és a láthatatból egyetekben beszélgetni, és csak kéne menni kéne, és valamit tenni az ügyelekével, mert még annyit hozzátéve, hogy azért elő a tyúk vagy a tojás színű közmondás, hogy talán ha valaki megmozdítaná ezeket, akkor a fal is egy kicsit ráérz, mert például nincs a falunk egy közösségi tere, egy nagyon fedett tere, ahol bármiféle összejövetet lehetne tartani, és a harmadik faluból átjárók nyilvános nem is tudja ezt rendesen kezelni, talán ha ezt megmozdulna, akkor lehetne valamit előbe lépni. De aztán az idő elsorolt ezt, és a mai napra egy egészen más előadásra jelentkeztünk. Az élet hozzánk sodort egy igen nívós műemléket itt a szomszédságunkban, ami több koron átível, és ennek a felmérési munkájával kapcsolódtunk be, és effektív, aktíven két kollega közreműködésével, és azt hiszem, hogyha őket meghallgatjuk, ez kézzel fogható, akár a tábor ideje alatt meg is tekinthető, meg tudjuk szervezetek a bejárását, mint most ez a kicsit a lelkemet szorongató, néhány éves munkánkra való beszélgetés. Úgyhogy megkérdezik, nem tettek, hogy előtt a szívesek gyertek, mutatkoztunk be, és rövid ismertető tartsuk meg a jelenleg folyó munkától, ami tényleg szinte egy izgalmas dolog, mert feltárás közben a mérjük is, minden nap halad, minden nap történt valami. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok, tiszteltem. Februárban végeztem az időműködés főiskolát, és hát rögtön a diploma után belekerültem a Rácz Fűző Projectbe, ami arról szól, hogy az előadás. És arról szól, hogy ezt az épületet restaurálják, rekonstruálják és kibővítik, de talán mindenki hallott, hogy az újságokban is szerepelt, és ebbe így belecsöppelve rögtön az időműködés adok után, egy rehabilitáció diploma után, ez egy kincs. Tehát ez egy olyan történet, egy olyan dolog, ami egy 500 évet, vagy akár 600 évet is átívelő kincs, ami Magyarországon szerintem nagyon kevés van, és Magyarországon egyetlen egy olyan török fürdő Eger után, ami egyben van. Ez a fürdő 300 évig el volt hanyagolva, annak idején Mátyás király alapította meg a Rácz fürdőnek, ő tette le az alapjait,
de igazán a törökök építették meg a török kupolát, és utána az bővült a kor előre haladtával, lett a barokkorba bővítve, de igazán azután elhanyagolták, és lepusztult állapotában Ybl Miklós 1860-ban vette a kezébe, és felújította, illetve hozzáépítette, kibővítette, és így született meg a mai képe is, amit majd a fotók majd meg fognak mutatni. És hát igazán nem csak műemlékről szeretnénk beszélni a Fidó Gergő barátommal, ahogy felmértük az épületet, hanem igazán arról, hogy így kezdő diplomásként, vagy rögtön az iskola után egy ilyenbe belekóstolni, egy ilyet látni, mennyire fantasztikus és mennyire jó dolog, és hogy mennyire másabb azt, amit kapunk akár a Szili tanárról az órán, és akár Tóthi tanárnőtől még kivitelezésben, és ezt így megtapasztalni, hogy nem már megzett a kapozgatást. És igazán erről szeretném beszélni, és átadni talán azokat a tapasztalatokat, amit ütöttünk ennek az épületnek a felmérése során. Fontos elmondanom, hogy erről az épületről 2002-ben készült egy műemléki felmérési dokumentáció, ami részünkre állt, és mi ezt dolgoztuk tovább úgy, hogy ami a Budapesti Történeti Múzeum és a Hildibl Alapítvány vonult fel a helyszínre, és ők elkezdték kutatni ezt az épületet, mivel valamit feltárni, falkutatásokkal, valamint régészeti feltárásokat és levétári kutatásokat, és ez a utóbbi fél évben úgy összegyűlt, hogy ez talán már bemutatható, és meg lehet mutatni, hogy mi az, ami igazán régen volt, és mi az, amit például a 60-as években az elvtársak átszabtak, átvariáltak, valamint a barokkorban, amit mi készült el is időn, mint most mit tett hozzá az épülethez. Igazán még egy előképet is mutatnék. Ez 1900-as évek elején az első világháború előtti kép, hogy maga a Rácfürdő hogyan helyezkedett a Tabán előtt, és a Tabán lényegében hogy nézett ki régen, és az egésznek a milliójében hogyan bújt meg Ybl által tervezett Rácfürdő. Ott abból látható, talán ki is lehet szúrni a szöveget, hogy itt volt maga a főépület rész, az előcsarnok, erre volt egy kiszolgáló rész, egy belső udvarral, és erre voltak hát a zuhanycsarnok, valamint itt volt hátul egy zuhanycsarnok nevezetű, még zuhanyfürdő nevezetű kupola tér, valamint ahhoz csatlakozó csarnokok, de ez az II. Világháború során elpusztult, és 1956-os felújításnál, amíg 10 évig állt a szabad levegőre az egész, és ázott és szétfagyott, elvtársak úgy döntöttek, hogy lebontják, és megmaradt maga az előcsarnok rész, az oldalsó szárny, és hátul az Ybl-nek a kupola a tere, amiben van egy medence, de azt lebetonozták, és fitness teremként működött 2003-ig. És hát igazán itt van a régi gép, hogy meg volt maga a középen a bejárati rész, egy kis gyönyörű szép előtetővel, régen itt fordult meg a villamos, ez ment át Kelenföld felé, egy éttermi rész, és hátul pedig a zuhany csarnoknak az előépületei. Hát a mai állapotban, ahogy ma kinéz, elég tudom szétbontásnál, és a bizonyos tervek miatt, ahogy elővették a levéltárakból, úgy feltárottak már papíron is, hogy mit várható és mit tapasztalható egy ilyen épületnél. Első ilyen példa az a kapuzat, amit befalasztak. Később egy korábban még beszél egy fotó, hogy erről szeretettel a 70-es években átütöttek rajta egy szervezőt. És azt sajnos nehéz helyreállítani. Ez maga az Ybl, ami Ybl Miklós által tervezett és milyen fürdő, 38 fokos fürdő, ami elvileg ez egy belső gombózat. Ez régen úgy volt funkcióban, majd talán tudom mondani, hogy úgy épült körbe ezeknek a 19. század végéig, vagy az első világháborúig, hogy itt fölül körbe futott egy kőfolyosó, jól mondom, és ez körbe volt építve, és ott zuhanykabinok voltak, és ott fürdöttek az emberek, és magában egy ilyen belső térben volt ez a fürdő. A medencét már itt elbontották a régészek, de maga a falak azok megvannak. És a fölül, amikor a nap besült a laternán, akkor egy ilyen kellemes, nagyon szép belső tér van. A falakra én azt mondanám, hogy
talán valaki ismeri Janáki építőszúrnak a könyvét és annak a borítóját, akkor eszébe jut, hogy ezt Ybl Miklós már 1860-ban egyszer elkövette. Tehát az építészet is megújul. A külső tér a régészeti feltárások, ez a hátsóbeli rész. Régen itt volt található a barokk korban felépített zuhanycsarnok sor, a férfi és a nő részen. Itt középen úgy próbáltam meg fotózni, hogy lehessen látni, egy ilyen passzázs volt, egy hosszú-hosszú passzázs. Sajnos 1962-ben az Erzsébet híd felújításánál megépítették azt a földvedményes támfalat, amire által kibővítették a hegyaljontat, és ezen a zuhanycsarnok részen, vagy légészeti részen mind keresztbe átvezették, és ezt sajnos nem lehet már feltárni, hogy valójában igazi léptékében ezt vissza lehessen kapni. 1960-as műemlék védelem, ez egy törökkori támfal hátul az épület mögött feltárva, eredeti kövekkel minden a helyén, és ezen átvezették a gázvezetéket betonlapokkal. Ez csak így nem tudom, hogy régen mi volt a műemlék védelem 50 évvel ezelőtt. Magára a felmérésről, tehát alapjában volt egy 2002-es állapotú műemléki felmérési dokumentáció, és mi azt leellenőriztük, valamint hozzátettük mindazt, amit a régészek feltártak, valamint a falkutatásnál a vakolat levelődött. Most helyenként valahol 15 centi vakolat is volt, meg csempeburkolat, tehát az ember bement a látszatban, nem tudom, hogy ki járt ott, ott minden, 2-10 magassági, minden le volt csempészve. És igen, a mögött pedig egy gyönyörű szép barokk falak, valamint a törökkori falak találhatóak, mert erről még lesznek fotók. A alaprajzon képpel jelöltük, sötét képpel a törökkori falakat, és kiemeltük még a barokkorokat, a nagyságek pedig az építés folyamán lebontásra került épületszárnak jelöltük. Közelebbről pedig maga a török kupolában lévő medencének a rajza látható, a maga lépcsőzetességével. Hál' Istennek mondhatom azt, hogy a szocializmusban ezt úgy védték meg, ezt a medencét, hogy lekenték egy bitumenes szigeteléssel, közlével letakmentem, és arra rábetonoztak 10 centi betont, és műkő burkolata ellettek, magyarul 15 centivel magasabb lett minden. De hál' Istennek megmaradt az eredeti török kori lépcsőzet, és ezt feltárták, és majd a fotón lehet majd látni. De igazán itt tudom elmondani, hogy körül az épület egységen hogy állt föl. Lényegében ez maga a török kupola, amit láthatok a fotón, ez az előcsarnok része. Itt van egy átlőtő rész, valamint fölfelé és lefelé a pincérben egy folyosó. Itt hátul van egy átlőtő tér, és ezekért körül töleli egy régen egy ilyen gyógymasszázsos funkcióval ellátott helységek. És itt hátul voltak a régi zuhanycsarnok részek, vagy zuhanykabinok, és itt maga ez az Ybl által tervezett fürdő, amit megmaradt Ybl munkáiból, valamint ez a rész, amit Flóra fürdőnek hívnak, és ez hál' Istennek is nagyobb állapotban megmaradt. Ez közelebbről. És az emeleti alaprajz, ami szinte a mai állapotban már nincsen, mert a felét elbontották. Maga a török fürdőben a feltárás utáni állapot. Itt minden márvány volt, minden le volt csempészve, és gázcsövek mindenfelé, és volt ezt az állapotok. Ez a feltárás utáni állapot, ahogy megtalálták azokat a helyeket, ahol régen vízköpök voltak, és valamint egy átjáró, érdekes volt, egy átjáró egy magánfürdő részben, ahol a pasának volt egy külön fürdő része, ilyen eldugottan helyen, ahol lányok találtak. Részleteket lefotóztam, ami megmutatja talán a falnak a szerkezetét, valamint azt, hogy ezeket a szamárhátműveket miképp és mi módon rakták ki, és ugye az aprólékosan hogyan faragták meg ezeket a téglákat. Feltárultak még a lépcsők mellett egy ilyen melléküldő, vagy egy kis káda, és ennek a fő funkciója az volt, hogy az épület alatt van egy 6 méter mély hasadék, amiből percenként vagy óránként 18 köbméter forrás víz tör föl állandóan,
és ezek a falon keresztül is jöttek, és ezeket így fogták be, ezeket a vizeket, így hasznosították, hogy csináltak az épület belőtt törő vizeknek egy ilyen kis kádat, és ebből be lehetett tűrni. Úgy szintén feltárásos. Valamint itt lehet látni, hogy a szamárhártyát hogyan faragták meg a bejárati részén. És a többet fültön feltárás után, hogy nézhetett ki eredetiben és régebben. Mindenkinek az a gondolata, hogy a török fürdők, a török kupolák az ilyen zártabbak, egy ilyen nyírkosabb helységek, és kiderült az, hogy 1726-ban a török kupolán addig volt egy opejon, ami bevilágított, majd ezt befalaszták, mert azt mondták, hogy nem tartják túl törökösnek, és ez sajnos mai napig megvan, de a feltárások megmutatták, hogy bizony más téglaminőségben van, mint maga a török kupolának a szerkezete. Elvileg a tervek szerint ki lesz nyitva, és ez egy nagyon világos kupolatér lesz a későbbi év folyamán. Úgy szintén egy törökkori előtér, ahol régebben egy ilyen reprezentatív tér lehetett, ahol lehetett szintén fürdeni, lehetett öltözni, és egy ilyen fogadó rész volt, és hát igazán itt a boldogatoknak feltárásai, ilyen az, hogy régen is hogy alakítottak ki bizonyos ilyen előtereket. Akkor ugyanebben a térben a víztározóból, ahogy szívják el a vizet, mert sajnos a víz az úr, és valami mellett a 19. századbeli barokk ilyen külőkádoknak a maradványait lehet látni. Valami falfűkéket. Akkor lépcső alá támasztása, hogy eltávolítják a régi lebegő lépcsőkart, mert bizonyos részén sajnos megsérültek, elrepettek, és csak úgy lehet helyreállítani, hogyha azt a lépcsőfokot újra legyártják, és újra az egészet visszaépítik. És hát itt éppen a munka folyamatát próbáltam tartozni, de nem lehetett odakérni. Ez pedig az egyik régi bejárati rész volt a mennyezet, amit annak idején levakoltak, de hát még sikerült úgy leszedni róla a vakolatot, hogy megmutatja, hogy igazán ez régen hogyan rakhatták ki ezeket a csegélyes boltozatokat. Régi barokkori járványokat is találtak épületen belül, mert régen volt akkor egy bizonyos épületenként átvezető járatok, járdák, kocsi, áthajtók, amit régen utána a idő során beépítettek, és ezeket leföldelték, és újabb rétegeket elhoztak. Ezeket mind feltárták. Valamint befalazott ablakok, ajtók, nyilások, valamint a műemlék védelem, hogy bizonyos szerkezeteket ezek tényleg a 19. századi ablakkeretek és kőkeretek a miként védik meg, és igazán itt látni, hogy régen milyen anyagokból építkeztek. Ez például a barokkori falazat. Valamint ebben az átrium térben egy feltárták az egészet, felszedték a burkolatot, és amilyen mélyre le tudtak menni, mert sajnos a víz betört, ott amit lehetett, azt a régészek feltártak, így például egy régi törökkori járdát, valamint egy régi medencének a cölöp sorát találták meg. A háttérben pedig egy régi út, ami ugyanúgy a falba előtörő vizet gyűjtötte, és azt pedig elvezették. Idő során megsérült, és lesvérték, nem lett igazán értem, hogy miért van ott. Erről már még lesz egy fotó, de erről beszéltem, hogy utána pedig ráfalasztak, és könnyedséggel áthidalták két tervesővel, és megmaradt, és most is működik. Az előcsapat Ibő Miklós műve nyomán készült. Könnyed szerkezetek, tükör, boltozat, mennyezet, bocsánat, és hát igazán más, úgy szintén a levegő lépcső, amit már mondtam, az alsó, lefelé a pincébe vezető részt azt már elbontották, és a felfelé ívelő lépcsőkart, azt pedig egy burkolattal látták el, hogy ez ne sérüljön, mert nagyon nehéz utána, nagyon nehéz fotolni ezeket az elemeket, mert ez milliméter pontosságban. Régi barokkori falfűkéket is találtak, amiket elfalasztak. Ezeknek igazán a régi funkcióját nem lehet tudni. Amit lehet látni, az a nyílás, az elvileg a török kupolából érkező szellőző nyílás. Hogy igazán ez miért volt, azt még a régészesek tudják pontosan.
akkor itt egy vegyes falazatot lehet látni, a törökkori falakra, ami háború során megsérülhetett, ami megmaradt, arra ráépítettek, és úgy ment tovább a szerkezet. Így befalazott törökkori ablak, és innen betekintve pedig lehet látni, hogy ez a kupola belső tere. Én csak egyszer megmondom, rátom a szót. Én is nem tartozom, mert én sok időzősávítok a körünkben, meg nagyon örülök. Én Filó Gergely vagyok, én még nem végeztem a főiskolát. Én még olyan másodéves vagyok körülbelül, bár a középrendszer ezt én nézd meg a tervezetben hány éves. De abban a szerencsés egész felvelőben részesültem, hogy én ebben a munkában idén nyáron részt vettem. A rektortaláló, illetve a fatocsomjának felkérésére. Gyakorlatilag egy ilyen egy hónapos, hát elég kemény meló volt. Gyakorlatilag ezt a fajta feltárást úgy ütemezték be, hogy a bontási munkálatok mellett folyt a régészeti feltárás is, aminek folyamányaképpen igazából a mi munkánk az kiszélesedett egy olyan dokumentációvá, ami a műemléki védelemnek a részét is képezi, mivel hogy, és ez eléggé ugyancsak a hát ilyen építészeti anomáliákra rávilágít, hogy annak a öcsiarló szállodának a terve, illetve a fürdőnek a rekonstrukciós terve gyakorlatilag a feltárás előtt engedélyezési szinten már készen volt, sőt az engedélyi tervezet is kapnak fogadva. Tehát gyakorlatilag az építész úgy készített el a tervet, hogy nem tudta, hogy mit rejt a föld, az épület mellett az épület körül, és hát azt hiszem megjelentették annak a vezetőrégész, fiatal vezetőrégésznek a nevét, Pavlár ilyen nevét, aki gyakorlatilag Dávid Góriát harcot vívva a kivitelezőkkel, a beruházókkal és az építésszel, hát próbálta a saját munkát is értetni, illetve a mi munkánkba úgy beleéleszteni, hogy amit ő föltárnak az épületben, illetve az épület körül, arról, hogy készítsünk egy olyan dokumentációt, amit majd a Csabi vissza pörgeti a fényképet, ami abszolút egyértelműen látszik, hogy melyik az a része az épületnek, ami védendő és nem elmondható. Például okáért van például egy török falrész, ahová. Tehát itt a terven látható, hogy itt rikító kékszínnel, egy rikító mindenféle egyéb színekkel jeleztük azokat a falakat, ami védendő, mert gyakorlatilag nem nagyon látni az épület keszekuszaságából, hogy valójában mi történik, illetve merre lehetne úgy mondani, hogy ne sérjük ezeket az épületrészeket. De az engedélytervben már például szerepel egy lépcsőház. Forrásfoglás fölött, ami gyakorlatilag azt szeretné érni, hogy ezeket a több százalékos falakat egyszerűen eldózerolnák. Tehát én tényleg azért is örülök, hogy ebben a munkába belecsöppentem, nem csak azért, mert hát fantasztikus szakmai építészettörténeti és épületszerkezet, ami ilyen bemutató teremben lehetne volna folyamatosan. Már azért is, mert tényleg rá lehet látni, hogy még egy ilyen méretű beruházásnál, ahol tényleg nagyon sok fajta ember dolgozik, egy nagyon sok fajta szakma találkozik, igazából mik azok a meghatározható lehetőségek a műemlékvédelem számára, amivel lehetőséget lehet arra kapni, hogy ezeket a műemlékeket törvény által biztosított lehetőségeken túl is a helyszínen, mert mindig igazából a helyszínen az építésnél dől el, hogy most akkor mi gondolik el, hogy mi marad meg, védhetővé lehessen nyilvánítani. Tehát ezek alatt szeretnék csak pár gondolatot mondani. A régészeti feltárás során találtak például 1500-as évekből sírokat, benne csontvázakkal, érmékkel, kettőt is gyakorlatilag mindenféle olyan tárgyat és egyényt próbáltak a régészek megmenteni, ami még múzeumban például kiállítható lenne. De többek között, és mondjuk hát mi emlék védelemnek talán elég fontos, tehát a kérdőjeles részére rájövő, találtak olyan magánfürdőt, ami már volt egy medence, csak mindjárt megkeresem ezt a képet, ami van ez a fejköpő, hát ez a vízköpő fej. Ez
gyakorlatilag három éppen milyen volt körülbelül a mostani padlószintről ez a medence, amivel lehetne tudni már, hogy lehet fényképezni. Ami lesz így, csak szintén az építés semmi koncepciót nem tervezett, hogy ennek mégis a bemutatására, vagy a megőrzésére, vagy a valamilyen való védelemmel való ellátására törekedjenek, ami azért furcsa, mert hát ezek tényleg van egyedülálló olyan lények, amik gyakorlatilag a világon nem tudom, hogy hol lehetnének máshol Magyarországon, illetve hát ilyen fajta kulturális, nem is tudom, sűrűsége a dolgoknak, hogy ilyen kis területen gyakorlatilag az ember még beáll egy pontra, és végignézi a most már fél év nagyjából lebontott épületet. Olyan egy kultúrák találkozási pontjaira lehet, hogy az valami elképesztő értékeket rejthet. Igaz, hogy itt egy szerencsés helyzetben ez egy szálloda fog elkészülni, és valószínűleg itt lesz pénz ezeknek a dolgoknak a tényleg teljes mérnéki jellegű rekonstrukciójára is. De ugyanakkor valahogy mégiscsak kimarad az a fajta gondolkodásmód, hogy előbb tárjuk fel az épületet, nézzük meg, hogy mi van ott, és utána kezdjük el nyáltal tervezni bármit, hogy egy vonalat is rajzolni. Minden vonal, vagy minden döntés az komoly következményekkel jár. És ha erre nem igazunk, akkor ugyanazokat a hibákat el fogjuk követni, mint az az új ember, aki azt a gázcsövetet tervezte azon a falon keresztül, illetve az a fajta gondolkodásmód, ami a örökséget, gyakorlatilag a kulturális örökséget egyfajta ilyen nyűnek veszi, amit gyakorlatilag mondjuk például a nagyon jók a telepítése is, gyakorlatilag az Ibl épülettől maga az út az körülbelül ilyen 10 méteres és 5 méteres is. Úgyhogy kénytelen volt az építés beletenni a mindenféle furcsaságokat. De nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmét, hogy ha teheti, akkor még a diplomája előtt, illetve még a tanuló évei alatt próbálja minél több ilyen helyszínre ellátogatni, vagy ilyen munkában részt venni. Nem csak azért, mert gyakorlatilag tényleg élővé és láthatóvá válik, fizikailag hatóvá válik elég szép tanárunk előadásai, és a rengeteg az, ami beláthatatlanak tűnik meg az van, de mégis érdemes, mert ezekkel a értékek, illetve ezekkel a fajta mérvékekkel már nekünk kell foglalkozunk a jövőben, amikor erre tényleg lehetőség nyílik, mint pénzügyi, mint kulturális lehetőség, mint történelmi, politikai lehetőség ezeknek a valós védelmére, illetve gyakorlatilag az a fajta gondolkodásmód, a terjedési gondolkodásmód is talán teret kaphat, amikor a műanyagokat nem múzeumi tárgynak tekintik, tehát nem felújítják, megerítik és mutogatják, vagy mondjuk hozzáférhetetlenné teszik, hanem ha ezeket a műanyagi környezeteket, vagy ez a fajta kulturális környezetet úgy restaurálják, illetve úgy próbálják meg beintegrálni az emberek mindennapjaiba, hogy ezt a saját magukénak érezzék. Igazából az lenne a legfontosabb, hogy tényleg lehessen már egy olyan fiatal család, mondjuk akkor egy ilyen, vagy mondjuk a Ránchíd pillérjeit, vagy akármit, akár lefújna, vagy csinálna valami olyasmit, ami a legrágilább tulajdonképpen ezek az épületeket, ez a fajta kulturális örökséget Magyarországon senkit nem érdekel, ami elég szóltan lenni, nem nagyon visszakedtem, hogy valójában senkit nem érdekel, abban hiszek, hogy az emberek nem érzik önmagukénak, ami gyakorlatilag hát nagyon fontos lenne, hogy ez a jövőben viszont nem változtatnánk. Pár gondolatot itt fölírtam. A török kupolában sétálva, mert azokat a köveket nézegetve, talán mind a kettőnkben a Csapival is felmerült az a gondolat bennünk, hogy hát Magyarország az eléggé kedvelt terepre az ilyen ideiglenesen hazánkban állomásozó hadsereget. Hát a törökök ugye 150 év voltak itt, de mondjuk a török képítő munkások, illetve a török kőfaragó mesterek munkáját látva talán azt a pár száz lerombolt falat, meg a pár ezer legyilkolt katonát is megbocsátottak nekik, meg ők ilyen kulturális örökséget hagytak itt nekünk. Ellentétben ugye, mint később láthattuk, egy teljesen másfajta az örökséget
teljesen a szótárból kihagyva egy olyan fajta gondolkodásmódot, ami a szociológusnak volt a sajátja, hogy ezeket a bioemlékeket bizony hagyni kell szétrohadni, vagy ha nem rohadt szét, akkor el kell csempézni, vagy mellé kell építeni, hogy van nagy betonbunkert, vagy bármi olyasmit, ami a hangsúly, amivel a hangsúlyt elérjük az ilyen fajta kultúráról. És hát én abszolút szívesen találkoznék ezekkel a török kőfalakokkal, hogy kezdesz vagyunk csak velük, és megköszönjük azt a fajta kultúrát, amit idehoztak ők. Illetve nagyon szívesen találkoznék azokkal az építészekkel, vagy azokkal a szovjet vagy magyar eltársakkal, akik az ennek a fajta kultúrának elbontásán, vagy szétrombolásán, vagy eltüntetésén fáradoztak, de persze nem azért hogy csak előtt kezdett, hogy ne köszönjük, hanem már azért, hogy tudja, hogy ők akarják, hogy az életben fogasson többek ceruzát, vagy margaros fanalat, de hát hála Istennek ezek a műemlékek még az elmúlt 50 év rombolásai után is itt maradtak, és a mi feladatunk, hogy ezeket megvédjük, mert ez itt a mi, és ezt mindannyiunknak kell érezni, hogy ez a közös, ez közös ügy. Ennyit szeretném mondani. Köszönöm szépen! Kiállítás és az építészeti galériák helyzete van Magyarországon.
mert nekünk persze a hiúságunknak nagyon jót tesz az, hogy minket apostrofálnak az építészgalériának, de azért ez hála Istennek nincs így, mert őt önmagát építészgalériának hirdető intézmény van ma Budapesten, és ezek közül kettő az korábban is alakult, mint mi, az mondjuk, ami ismertségünknek köszönhető, hogy mégis rólunk tudnak többen. Ugye legelőször volt a Kévés építészgaléria, utána a Turzó galéria, amelyik itt van nem messze a Székely Mihály utcában, azután alakultunk mi, majd a Hab galéria és az Oktogon galéria. Ezek közül igazából kettő megett áll, az Oktogon és a Turzó galéria. A másik három az úgy, ahogy működik, a Hab galéria és a miénk az rendszeresen. Ezen kívül vannak alkalmi kiállítások. Az elmúlt három évben három nagy országos építészeti kiállítás volt. Azt kell mondjam, hogy mind a három totális csőd volt a szakma szempontjából. Koncepció nélküli rossz válogatások és a majd egyszer elkészülő előadás második részéhez kapcsolódóan nagyon rossz minőségű bemutatás, különösen. Ez a három kiállítás ugye volt az első a Millenáris Parkban, azt hiszem 2002-ben, volt a második az építészet hónapja alatt a Közben címmel a műcsarnokban, és volt tavaly a Várban, a Nemzeti Galériában, remélhetőleg az alulmúlhatatlan a legalján kivonalú kiállítás volt. Ezeket érdemes lenne elemezni, hogy miért nagyon rosszak ezek az építészet, a kortárs építészet egészét bemutatni szándékozó kiállítások. Valószínűleg azért, mert nagyon sokféle kortárs építészet van, sőt azt mondom kis jó indulattal, hogy sokféle jó kortárs építészet is van. Ezek a válogatások pedig mindegyike egy irányba mutat, vagy egyfajta irányzatból próbált válogatni, vagy a zöme egyfajta irányzatból, ott viszont koncepció és ami még fontosabb, kritika nélkül válogatott. Különösen az utolsó kiállításra volt nagyon jellemző az, hogy megjelentek az önjelölt építészek, akik a tudomást szerezvén egy kiállításról jöttek és mondták, hogy az enyémet is tessék íteni, és akkor mondták, hogy jó, hogy minél nagyobb legyen a dolog. Ez az, amit egy kiállítás soha nem engedhet meg magának, mert sajnos, vagy nem sajnos, a tény az, hogy vannak olyan művek, melyek úgy szoktuk mondani a szakmai zsargonban, hogy nem valók a falra, vagy nem értek meg arra, hogy a falra kerüljenek. Ezeket nagyon érdemes lenne elemezni. Én azt gondolom, hogy sok kis kiállítást és sok célzatos kis kiállítást, sok tematikus kis kiállítást kell csinálni. Rengetegféle gondolatra, témára lehet fölfűzni kiállításokat, kiállítássorozatokat. Egyszer ezt majd meg fogom tenni, de az élet ugye mindig elsodor. A dolog másik része, amiről beszélni akartam, az pedig az, ennek az alkalmi vagy előadásnak a címe is lett volna, hogy a kiállítás, mint műtárgy. Borzasztó nagy baja nem csak az építészeti kiállításoknak természetesen, de talán kevésbé a képzőművészetieknek, hogy még ha jó válogatás is van, arra nem figyelnek oda, hogy ez a jó válogatás hogyan és milyen módon van bemutatva. Nagyon-nagyon sokszor esetlegesen kerülnek ezek a műtárgyak bemutatásra. Nagyon fokozottan jelentkezik ez a kérdés egy nem begyakorlott
beállítási téma, mint például az építészet esetében. Mert mi az, amit kirakunk, azt hogyan rakjuk ki, stb. Stb. Hogy kicsit érthetőbb legyen, megmondom, hogy mire gondolok. Tehát például, hogyha eredeti dolgok kerülnek kiállításra, akkor azok az eredeti dolgok megérdemlik az üveget, a keretet, a paszpartot, stb. Stb. A fénymásolatot az pedig csilibe fog ragasztani a falra. Tehát nem szabad ezeket a műfajokat összekeverni, mert akkor nem segíti a kiállítás rendezője a nézőt, hogy megpróbáljon eligazodni, és a nagyon sokszor laikus nézőt, hogy megpróbáljon eligazodni a számára nem mindig befogadható értékek között. És a másik az, hogy a kiállítás az egy nagyon napra kész műfaj. Tehát a jó kiállítás az mindig felhasználja a rendelkezésére álló összes technikai berendezést. Tehát ha 2004-2005-ben, vagy akár már 5-6 évre visszamenőleg is, már nem elfogadható egy olyan képfelrakás, amikor egy tablóra föl vannak ragasztva a fényképek, mert a rendelkezésünkre áll a számítógép, amelyben ezt össze lehet szerkeszteni, és ki lehet egy nyomatként rakni. Ez nem igaz, természetesen ezzel nem akarom megbántani, mert itt pont nem olyan régen volt a főiskolásoknak egy ilyen kiállítása, de ott is egyébként az önben a képeknek már ilyen képen összeszerkesztett dolog volt. De tehát, hogy megvan az, hogy ez mondjuk egy hallgatói műfajban még elmegy, de egy professzionális kiállításnál már semmiféleképpen nem elfogadható. Vagy volt ebben a helységnek a falai között egy ilyen nosztalgia kiállítás nem olyan régen, a Bercsényi 28-30 című lapnak a teljes anyagát sikerült kirakni, és ott a kurátorokkal komoly vitába keveredtünk azon, hogy ők a kiállítást 2003-ban az akkori technikai színvonalon szerették volna megcsinálni, és nem értették azt, hogy ez az egyszerűen snassz, azt nem engedheti meg magának egy kiállítóterem, hogy olyan minőségben, olyan technikai minőségben mutasson. Most ezek nagyon messzire vezető dolgok, és ugye az, amire utalt a Júlia, ez a tavalyi évülős kiállítás, nem tudom, hogy ki van itt azok közül, aki tavaly is kiállító volt, nem akarok megbántani senkit, de kicsit olyan volt a kiállítás, mint amikor a 19. században a fesztikörképet csinálták, hogy a kép elé oda volt rakva, a kép mint egy folytatásaként egy ilyen diaporámás tárgy dolog, és az nagyon korszerű és nagyon, mondjam, progresszív volt a maga idejében, de ma egy ilyen kiállítást csinálni, az bizony ezeket a most már 200-tal ezelőtti, hogy mondjam, technikai lehetőségeket juttatja észbe, ezeket ma másképpen kell megcsinálni. Vagy ugyanazon a kiállításon volt rengeteg olyan dolog, hogy a montázsok, az eredeti és a másolt dolgoknak az összekeverése. Csak mondok egy olyan példát, hogy nem akarnám megmondani, hogy melyik galériában a felsoroltak közül és mely szerzőktől kiállítottak színes festményeket színes fénymásolatba. Most ugye ilyet nem lehet csinálni, mert akkor nem csinálok olyan kiállítást, mert egy akvarelnek a színes fénymásolata az nem műtárgy, az nem bemutatandó műtárgy. Vagy nem olyan régen volt itt a galériában egy kiállítás, ahol nem sikerült a kiállítókat meggyőzni arról,
hogy a szintén építész, nem tudom, dinasztia alapító hagyatékából rendelkezésükre álló eredeti rajzokat ne beszkennelt és kinyomtatott változatba állítsák ki, hanem hogy hozzák ide az eredetit, mert annak egészen más a súlya. Tehát, hogy nagyon nehéz, mert a képzőművészeti kiállításoknak megvan a maga évszázados tradíciója, ott ezek a dolgok sokkal jobban a helyükön vannak. Az építészeti kiállításnak most kezd kialakulni, hangsúlyozom, nálunk ezek a tradíciói, ezt azokban a külföldi építész galériákban, akik rendszeresen foglalkoznak ezzel, egyébként hozzáteszem, nem túl régen, tehát a világ vezető építészeti galériái azok ilyen 20-30 évre tekintenek csak vissza. Korábban nem volt elfogadott az, hogy az építészet kiállítóteremben való műfaj. Mondjuk a világ talán legismertebb építészeti galériája, a New Yorki Storefront Galéria, amely szintén egy non-profit intézmény, mint a miénk, az még nincs 20 éves. És mondjuk 200-nál több kiállítás van, még 5-10-es egészen elképesztő kiállítási anyag. Ha minden igaz, akkor jövőre vendégül látjuk itt őket a galéria falai között egy ilyen bemutatkozó anyaggal. Tehát, hogy ezt a műfajt, ezt most kell kitalálni, és én ezért nagyon, hogy úgy mondjam, harcosan küzdök azért, hogy ennek a műfajnak a mércéje nagyon magasra legyen téve. Tehát, amit például itt látnak, ez az egyik leleményünk, amit most már előszeretettel alkalmazunk, azt hiszem a Salgó Dorján kiállításnál, ahol eredeti pauszokat raktunk ki, akkor találtuk ki ezt a tulajdonképpen üvegpaszpartut, amit itt használunk. Mondom, ezt sem mi találtuk ki, csak az építészeti kiállításokra mi kezdtük el alkalmazni. Borzasztó eleganciát fölcsönöd ezeknek a sokféle, sokszor szakadozott, töredezett eredeti kéziratlapoknak, meg kipauszoknak, és nagyon meg is védi őket. Nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen gyűjteménnyel foglalkozó múzeum, a Gázmúzeum, akiknek szintén volt itt egy kiállítása nemrégen a Gázóra címmel, azok azt mondták, hogy amikor meglátták így a két üveg között a pauszaikat, hát akkor szeretnék üvegestől védni őket az egészet, mert ezentől ők is így akarják bemutatni és tárolni. Tehát, hogy még a tulajdonképpen professzionálisan ezzel a témával foglalkozók számára is egy csomó új dolgot lehet kitalálni és megcsinálni. A másik, amit még aztán majd abba hagyom, mert mindjárt elmondom az egész előadást, pedig nem is készültem, és hát jobb lett volna ezeket a dolgokat illusztrálni. Azért adtam a könyvet, mert azért abban egy csomó illusztráció benne van. A másik dolog az az, hogy külön tanulmányt érdemelne valószínűleg, hogy ez a nem túl bonyolult tér, amiben itt ülünk, amelyikben eddig 70-valahány kiállítás volt az elmúlt 5 év alatt, hogy hányféle módon tudták használni ezt a teret. Hogy meg kell mondjam egyébként, nagyon érdekes, és ezt is érdemes van végig gondolni, hogy az építészek tudták kevésbé használni. Megint csak valószínűleg a képzőművészek kiállítási rutinjából származik, hogy ők sokkal jobban tudták belakni a tereket, mint az építészek. De nem jelenti azt, hogy nem volt egy-két zseniális dolog. A Janákinak a 6 centis képe körbe a terembe szemmagasságban az olyan teli találat volt, amit nehéz, vagy ennek egy picit módosított változata, ugyanez a csík, de A4-es képekből összerakva, ami a Tomai kiállítás volt. Tehát nagyon-nagyon sokféle érdekesség. Aztán az, hogy hogyan
tudnak ebbe a térbe súlypontokat csinálni, hogy mikor súlypont a végfal, mikor súlypont a nagy fal, mikor itt a középső, hogy ez három fülkeként kezelik, vagy pedig. Szóval nagyon-nagyon sokféle lehetősége van ennek a nagyon egyszerű kis térnek is. Még akkor is, amikor a falon marad minden, amikor aztán kijön a térbe, hogy mennyire befolyásolja a kiállítókat ez a szellőzőcső, amelyik nem középen van, hanem egy picit félre a közepétől, tehát de egy nagyon hangsúlyos dolog és egy új tengelyt ad. Tehát, hogy annak a hátsó mögöttem lévő falnak a közepe nem biztos, hogy középen van, mert ez a cső elviszi a közepét egy másik irányba. Hogy attól, hogy a lépcső az egyik oldalon jön le, és ott szűkebb a tér, és ebből kakásból adódik egy ferde vonal, hogy ezt kiegyensúlyozza. Tehát, hogy rengeteg dolgot lehet ezzel a tényleg nem nagy és nem bonyolult térrel csinálni. Az biztos, hogy azok voltak a jó kiállítások, és ha majd lesz itt a kiállításuk, akkor arra mondom, hogy ezt a teret egybe kell kezelni, és nem egyes tárgyakat kell beletenni, hanem egy összefüggő kiállítást kell beletenni. Tehát először azokat a tárgyakat össze kell rendezni valamilyen módon egymáshoz, hogy egymással összefüggésbe legyenek, hogy egymással egyensúlyba legyenek, hogy a saját maguk közötti hangsúly és minőség és műfaji különbségeket először tisztázzák, és azután lehet megtalálni itt a helyüket. Tehát ez egy nagy tévedés az, hogy behozzanak ide X tablót, és akkor azt úgy szétpakolják, mert attól ezek a kiállítások szétesnek. Én abszolút nagyon tisztelem, nem tudom, hogy ki járt a társaságból már a Hab galériában, rettenetesen tisztelem a munkásságukat. Nagyon-nagyon színvonalas anyagokat állítanak ki, de például abszolút érzéketlenek arra, hogy hogyan néz ki a kiállítás. Majdnem minden kiállításuk kivétel nélkül zsúfolt, pár képet kellene mindig kivenniük, hogy letisztuljon a dolog, hogy elegánsabbá váljon. De ő bennük annyira benne van, mindig ilyen életünk kiállításokat csinálnak, annyira benne van, hogy a minél teljesebb bemutatásra törekedni, hogy a kiállításnak, mint műtárgynak az esztétikáját, azt teljességgel emiatt elfelejtük. És kibírja egy életmű, hogy kivegyenek belőle még egy pár dolgot, azért, hogy a néző az jobban érezze magát a fal térbe, és mondjuk ne zavarodjon össze a puszaságtól, a ne nyomja agyon a túlzsúfoltsága, és így tovább, és így tovább. Ezeket majd egyszer egy óvatlan pillanatban, ha ráérek, lesz-e ilyen, akkor ezt én szándékozom megírni, mert azt remélem, hogy annak a sikernek az alapján, amit elsősorban a Hab Galéria és a Denenden Galéria joggal, vagy tényleg elkönyvelhet, ennek azért az lesz a következménye, hogy sokasodni fognak a galériák, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó kézikönyv lehetne a leendő kiállítóknak, de azt gondolom, hogy ez használható egy-egy egyedi kiállításnak a megrendezésekor is. Ezt mindig mondják, hogy miért propagálom azt, hogy legyenek még építészgalériák, hogy ez nem jelente konkurenciát, egyrészt bátran vállaljuk a konkurenciát, másrészt pedig olyan hihetetlen mennyiségű bemutatlan anyag van ennek a szakmának a közel és távolai múltjából, hogy ha 20-szor ennyi építészgaléria működne, akkor se győzné behozni. És a másik az, hogy olyan mértékben termelődik újra
a frissebbnél frissebb anyag. Szóval a Bánferi mondta azt, hogy hát le kellene állni, vagy ritkítani kellene 3 hétről a kiállítások számát, mert egy idő után nem lesz mit bemutatni. És akkor mondjuk ő 2 évre volt itt neki kiállítás, és akkor mondta neki, hogy Feri, hát neked már nyugodtan csinálhatnánk egy új kiállítást, mert ez alatt a 2 év alatt már termeltél egy kiállításra való vadonatúj anyagot. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy amire akkor jöttünk rá, amikor a Sár Erzsébet kiállítást csináltuk, hogy tulajdonképpen minden galériának kellene lenni egy olyan helységének valahol, ahol állandóan ismétel kiállításokat. Budapesten 26 éve nem volt Sár Erzsébet kiállítás, azt jelenti, hogy egy ekkora város közönsége, ha akar Sár Erzsébet művet látni, akkor vagy Székesfehérvárra, vagy Pécsre kellett neki lemenni. Tehát fiatalok 2 generációja, 5 egyetemi ciklus ment le annélkül, hogy valaha látott volna valaki egy Sár Erzsébet kiállítást. De ugyanez vonatkozik az összes életmű kiállításra, hogyha megcsinálunk egy Fischer Józsefet, egy Molnár Farkast, egy Rejzics Gábort, vagy egy kortársat, egy Kleszt, egy Bánt, egy bárkit, akkor az 5-6 évenként, 10 évenként meg kellene ismételni, mert addigra 2 generáció kimegy egy egyetemből, akik azt se tudják ma a hallgatók közül sokan, hogy mondjuk a Bánt még tudják, mert annak a neve a Botránykrónikában szerepel, de a Plesznek a nevéről már azt se tudják a fiatalok, hogy az kicsoda. Tehát, hogy soha nem fogy el az anyag, és millió-millió témát lehet csinálni, és én tudom, hogy én, ha napi kiállításokat lehetne csinálni, és ezt még meg is lehetne tölteni közönséggel, akkor én az év 365 napjára tudnék 365 témát összeszedni, mert van mi anyag. Most egyelőre ennyit sajnos nem tudok koncentrálni, mert a fejem a pályázaton jár, amit holnap be kell adni, hogy majd legyen egyszer egy kiállítási anyag belőle, de majd, ha jönnek és csinálják a kiállítást, akkor előtte szívesen állok rendelkezésre, hogy a tavalyi hibák azok az idén ne legyenek elkövetve. Köszönöm szépen! Mert az lett volna az igazi, ha ott én képviselhetem a
az építés szakmán belül úgy képzeltem el azt a részt, ami egy kicsit lazább, tehát ami egy kicsit a képzőművészethez közelebb áll. Ugyan az építészetnek vannak a sírba ábrázolt dolgai, a metszetek, homlokzatok, és utána jön a perspektíva. Én hoztam magammal egy 160 éves építész folyóiratot, azt letettem az egyik tárolóra, azt meg be lehet lapozgatni, hogy ugye akkor is még a meg nem valósult épületet, tehát azt is térbe ábrázolták. Tudom most én, hogy a mai világban a számítógép, meg a CD, meg a kipek korában, ez lehet, hogy hülyén hangzik, de én azt mondom, hogy ennek még mindig van keletje, tudni, ha egy gépetnek valamit az ember be akar jönni, előbb a fejébe kell, hogy megoldjon. Most ezt ugye kézzel kell valami megoldani. Most az idő rövidségére való tekintettel, mert fél hétre volt nekem egy kicsit elcsúsztam, és a parkoló órában egy apró kérdezem volt, hogy bedobtam be, nem sokát lejárt, és a kerékbirincstől rendszeget. Nem is tudom, hogy miről beszéljek, mert tulajdonképpen beszélhetnék technikai megoldásokról, amit mondjuk a tábornak úgy tudom, hogy a lényeg az lenne, hogy hívni örökséget, amíg nincs felmérve, nincs helyszínrajzon rögzítve, ezeket a tábor az ott töltött idő alatt elkészíteni, és ebből egy kiállítást rendezni. Most én hát arra gondoltam, hogy ha részt tudtam menni a táborba, és lett volna arra mód, hogy egy fél napot szállni arra, hogy egy ilyen természet utáni rajzolást, festést ott a táborba megcsinálni együtt, amiben akinek van ehhez kedve, az megcsinálta volna, és akkor különböző technikákkal, mert ugye lehet egy épületre. Eljutottam odáig, hogy a síkon való ábrázolás, ez főleg a műszaki része az építészetnek. A homlokzatnál ugye esztétikai kérdéseket is fölvet, a felsőjük. De amikor összeállítottál, akkor utána a perspektívad már valahol az építészetnek a építőművészet részén, meg a tömegalakítás. Azt célozza. Most a képzőművészet, az pedig az építészetet, mint a körülöttünk lévő épített világot ábrázolja is, díszíti is, és a múltban épült épületeket megörökíti, a még meg nem lévő épületeket pedig előadja. Tehát olyan, amit egy példát mondjak, van nagyon sok olyan remek mű, ami nem épült meg. Tehát terven megvan. Ha valaki megnézi, akkor a terv maga az egy építőművészeti alkotás, de ugyanakkor a valóságban nem épült meg. Most az embernek mindig volt igénye arra, az ókortól, hogy megörökítse a körülötte lévő világot. Mert van olyan is, hogy olyan kultúrák, amiről csak ahol tudunk, hogy valaki megörökítette. Gondolok itt a régei kultúrára, amiből nem maradt fel lényegében egy-két lábfal, oroszlános kapu, de mert sok mindent fából építettek. Hát Knossoszi palotáról csak úgy tudunk, hogy görög hellenisztikus épületek falfestményén megmaradt. Onnan tudjátok, hogy nézett ki. Utána már lehet abból rekonstruálni. Hát ennek a munkának mondjuk jelentősége van. Most az is nagyon lényeges kérdés, hogy mi az, amit megörökítünk. Ha most ebben az esetben ugye mindenki mostnak a munkásságáról van szó, de hát most saját gondolatot mondom el, hogy ezen eltűröttem, hogy a mai korban, amiben most élünk, hogyha lesznek az ősek, hogy azok mit fognak ebből így feldolgozni. És úgy nagyon mondjuk úgy, hogy elszomorodtam, mert belegondoltam, hogy az én életemben, tehát amikor kezdtem gondolkozni, vagy elmérkedni, attól kezdve mi az, ami olyan, amire
mondjuk az én életemben büszke lehetek, hogy megépült. Itt Magyarországon. És kicsit tanácstalan lettem, mert ugye vegyük ezt az időszakot 1945-től. Mi az? Most jól tudnék sorolni, mert tempomokat egy-két dolgot, de ha egybevetem az előtte lévő időszakokkal, nagyon szerény az eredmény. Aztán utána egy alkotó táborban voltunk, és erről beszélgettünk, és föltettem a kérdést, hogy ki a magyar vár olyan, ami ki mire büszke, ami 45-től, ami nem tudom, ki magyar rendszer. Valaki mondta, hogy neki ezt éri 20 év állás. Aztán szóval egy Erzsébetről. Most ezt azért is mondom el, mert szóval hogy hozzak egy képet, amit itt a kiállításon föl lehet tenni. Hát eléggé elmegítélhető módon két parázsütet készült képet hoztam, mind a kettő tájkép. Tehát nem épületet festettem. A népületeket is megnéztem, hogy egy festő mindig azt csinálja, amihez kedvel a haza jó. Nem szabad, ma most ezt át lehet értékelni, mert ha ebből abból kell megélni, akkor nem mindig működik. De szóval nem volt nem program. Most, hogyha a tábor ott van, én kívánom azt, hogy azért egy kicsit lazább van. Szóval az épületnek egy-egy részletét, szóval én erre inspiráltam volna. Társaságot helyre tudunk menni, hogy amellett, hogy hát megjelennek a műszaki részét, ami most lehet, hogy én mondom, milyen, de a munka része, és utána legyen benne egy kis szórakozás, tehát olyan, hogy ha nem is, ha nem ott a ház az, ami megkapja, megkap valamit, akkor csinálj meg tájképet, és azzal gazdagítjuk itt ezt a kiállítást. Én sajnálom, hogy nem lehetek ott, és mindenkinek jó munkát, jó részvételt kívánok a táborban, kiállításon valószínűleg találkozunk. Köszönöm szépen!